Bő 10 perc és feldobják a labdát. Szombathelyen jön tehát a bajnoki döntő harmadik felvonása. És tényleg eddig ez a párharc, a nagy leolvadások párharca, a két meccs gyakorlatilag egymás tükörképe volt, amit eddig láthattunk. És talán a nagy kérdés és a nagy kihívás a szakmai stábok tagjainak is, akik egyébként remek munkát végeznek a szezon során, de lehet, hogy ez most nekik is valamennyire újdonság, hogy lélektanilag hogyan kell kezelni ezt a helyzetet. Igen, mindenféleképpen valamit ki kell találni rá, hiszen egy ilyen sorozatot mindenképpen valahogy meg kell törni. Bár ahogy beszéltünk róla az előbb, a Falco fordítása az nem ennyire villámgyors volt, hanem apránként fordította meg a harmadik és negyedik negyedben a mérkőzést. De igazából két olyan domináns csapatról beszélünk, nagyon nagy támadógépezetekkel, akik abszolút rá tudják erőltetni a saját akaratukat az ellenfélre. Tehát gondolok itt arra, hogy a nagyon agresszív, kitolt védekezésből, labdaszerzésekkel, azonnal gyorsindításokkal, jókezű játékosok vannak, itt is látjuk három pontos azonnal, úgyhogy két domináns csapatról beszélünk. Nyilván ennek az ellenszere lehet talán az, hogy az eladott labdákat mindenféleképpen limitálni kell annak a csapatnak, aki győzni akar, például most a harmadik mérkőzésen is. Tehát hiszen mindkétszer az adott ritmust az ellenfélnek. Így van, tehát itt is látjuk. Egy jó példa, így van. Így van, így van. Tehát akár az első meccsen az Albánál, akár a másik meccsen a Falconál. Tehát ezek az eladott labdák egy ilyen bajnoki döntő, meg főleg sorozatban nem férnek egyszerűen bele, mert van annyira jó csapat az ellenfél, hogy azonnal bünteti, vagy hármassal, vagy gyorsindítással. Beszéljünk egy picit azért Cowellsről is, hiszen itt a második mérkőzés utolsó pillanataiban, utolsó támadásaiban gyakorlatilag hol negatív hősnek tűnt, hol pozitív hősnek, volt fontos eladott labdája, bevert rá egy triplát, a végén pedig volt lehetősége, hogy hosszabbításra mentse ezt a találkozót. Kimaradt ez az utolsó büntető, pedig az alapszakaszban hihetetlen jól dobta a büntetőket, nagyon biztos kézzel, most megremegett. Nem biztos, hogy ezen múlt, nyilván direktbe számtanilag igen, de hogy láttad az ő játékát itt a végjátékban? Hát nem gondolom, hogy itt a végén az elrontott büntetőnél, mert azért nyilván azért nem annyira szokott előfordulni egy jó játékosnál, de azért benne van abszolút, hogy előfordulhat. Sokkal inkább talán az eladott labda volt, ami fájó volt a végjátékban, de hát ő hozta utána Egárra a mentet egy bravúr hármassal, úgyhogy előtte volt védőjátékos. Úgyhogy én nem gondolom, hogy se pozitív, se negatív értelemben őt ki kéne emelni. Azt gondolom, hogy most ez így jött ki. Biztos vagyok benne, hogy sokat fog ő meg hozzátenni a hátralévő mérkőzéseken. Hát igen, mert a jó keze kapcsán azért kiemelhető ebben hát a mezőnyben. Igen, kifejezetten jó dobójátékos. Azt gondolom, hogy ideig pont az volt rá jellemző, ugye az alapszakaszban is néztük a büntető átlagát, azt hiszem összesen egy vagy két büntetőt hagyott ki az egész. Egyet azt hiszem, igen. Tehát az egész alapszakaszban egy büntetőt hagyott ki, tehát egy nagyon jókezű játékos van szó. Hát most így jött össze, nyilván senki nem boldog tőle, de hát most lehet javítani. Hallgassuk meg a vezetőedzők várakozásait. Coach, on game two at halftime, you were in a very good position. Az előző mérkőzésen a fél időben nagyon jó pozícióban volt a Falco, hogyha az egész döntő szériát nézzük, viszont elveszítette aztán a mérkőzést. Az elmúlt napokban mi volt a legfontosabb feladata edzőként? Igazából semmi, nyilván beszéltünk a helyzetről és arról, hogy hogyan kellene irányítani a mérkőzéseket. Hát ugye ez történt legutóbb, hogy nem tudtuk a védekezést irányítani, nagyon puhák voltunk védekezésben, és ezáltal 4 perc alatt leadtuk az előnyünket, ez még egyszer nem fordulhat elő. A második mérkőzésen sokkal több pontot szerzett az Alba a festékből, mint az első alkalommal. Mi lesz erre a reakció? Szerintem csak azért szereztek több pontot a festékből, mert az eladott labdák után zicsereket dobtak, nem azért, mert változtattak a taktikájukon. Az biztos, hogy a támadásunkat kell irányítanunk, és a védekezést is, de hogyha a szokásos meccseket szeretnénk játszani, akkor keménynek kell lennünk védekezésben, és emellett jó dobás kiválasztásra lesz szükség a támadó oldalon, különben nagyon veszélyes az Alba.
Coach, obviously the victory is the most important. Egyértelműen a kosárlabdában is, ugye általában a sportban a győzelem a legfontosabb, viszont amikor egy csapatnak egy ilyen mérkőzés sikerül megnyerni, mint legutóbb az Albának, az mekkora motivációt és önbizalmat jelent pluszba a következő meccs előtt? Azt hiszem, hogy a motivációnk az ugyanaz, hiszen döntőt játszunk, és hogyha bárki ezt mondja 4 hónappal ezelőtt, hogy itt lesz ez a lehetőség számunkra, és döntőt játszhatunk, akkor nagyon örültünk volna neki, mert az azt jelenti, hogy a két legjobb csapat között vagyunk. Ami az önbizalmat illeti, azt hiszem, hogy van önbizalmunk, hiszen az elmúlt 3 hónapban sok mérkőzést megnyertünk, megmutattuk azt, hogy mire vagyunk képesek, és most már csak a koncentrációt és a hitet kell fenntartanunk. Legutóbb azt láthattuk, hogyha az Alba a saját tempóját tudja játszani, akkor van igazán esélye a Falco ellen. Hogyan lehetne több gyorsindítás helyzetet kialakítani? Being strong in defense. Azt hiszem, egy erős védekezésre kezdődik minden, és az is fontos, hogy hogyan reagálunk egy-egy bekapott kosárra, hiszen nem szabad túl sokat foglalkozni ezzel, már a következő támadásra kell ilyenkor koncentrálni, még akkor is, hogyha pontot kapunk. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy az 5-5 elleni játékban jónak kell lennünk. Szerintem legutóbb ebben már jók voltunk, úgyhogy meg kell találnunk az egyensúlyt a futás és az 5-5 elleni játék között. Az eddig látottak alapján más mérkőzésre számíthatunk? Lehet, hogy most már a vezetőedzők is óvatosabbak, és mondjuk hamarabb kérik ki az időt egy futás elején? Hát nem is erre gondoltam, hogy az edzők ígérik az időt, mert ez volt ilyen most is, hanem sokkal inkább az, hogy agresszív tördeléssel meg kell állítani az zicsereket. Tehát nem lehet, hogy 3-4-5 zicsert egymás után kap egy csapat, és 10 pontos hátrányba kerül, hanem ott akkor inkább faltolni kell, vagy bármi mással megállítani az ellenfél ritmusát. Meglátjuk, hogy melyik csapatnak sikerül mindez. Perle Zoltán már a pályán, itt vannak a többiek és a Szók, Nézi, Jenőé. Jó szórakozást! Két hazai siker után 1-1-es állásról jön a bajnoki döntő 3. mérkőzése Szombathelyen, az Aréna Szaváriában. Jó estét kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket. Nem véletlenül mondtam már a párharc elején is, hogy mindkét csapat hazai pályája nagyon-nagyon erős. Ezt persze a számok is alátámasztották, de ahogy az egész szezonban, úgy a fináléban is, mind a két együttes eddig hozta maga hazai találkozóját, még ha feltétlenül nem is a megszokott módon. Váradi Kornél van itt mellettem a kommentátor állásba, és mindjárt azzal a hálátlan kérdéssel fordulok hozzád, bár lehet, hogy nem az, hogy mégis mi történt az első két mérkőzésen, mert gyakorlatilag teljes pálfordulás történt fél időkön belül, a két csapat teljesítményében, illetve az első és a második mérkőzésen is tulajdonképpen tükörképe volt a csapatok teljesítménye annak, mint amit az első meccsen látunk. Szóval mi történik itt, hogy 18-ról meg 22-ről is képes fordítani egy csapat? Szia, Kornél! Szia, Jenő, is köszöntöm a kedves nézőket! Hát igen, egy igazi döntő. Azért régen volt már ilyen döntő, hogy tényleg ekkora fordulatok vannak egy mérkőzésen belül. Szóval ez nézőcsalogató mindenképp. Azt láttuk, hogy bármelyik csapat képes lefagyni percekre, és azt a másik kegyetlenül megbünteti. Hát nem gondoltok volna szerintem, hogy az a 20 pontos előny ne legyen elég a Falkónak, szerintem már nagyon sok szombathelyi szurkoló arra készült, hogy az Aréna Szaváriában hogy avatnak bajnokot, de hát az Alva az megmutatta az igazi karakterét, tudtak változtatni a mérkőzésen, és meglepték a Falkót. Mindenféleképpen ma is egy hasonló mérkőzésre számítok. Na mindegy, majd még faggatlak, de természetesen jön a himnusz, úgyhogy hallgassuk akkor meg Danis Dóra előadásában. Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen megbűnt
utat, s jövendő. Hajrá, Falko! Sem kell, hogy minden jegy elkelt a finálé a harmadik összecsapására is. Ugye fönt a kivetítőn Per Zoltán és Vojvoda Dávid egymás mellett a 2023-as döntő feliratnál. Tulajdonképpen azért erről a két játékosról is szólt a bajnoki döntő, de még egy picit visszakanyarodnék az elejére, hogy amit ugye te is mondtál, meg itt feszegett mindenki tulajdonképpen, hogy úgy mégis mennyi esély volt arra mondjuk a döntő második meccsén, hogy az a Falko, amelyik mínusz 18-ról megfordítja és nyeri az első hazai meccsét, elmegy idegenbe, gyakorlatilag agyonveri az Albát az első fél időben, több mint 50 pontot dob, 22 ponttal vezet, és egy 18-0-ás rohanással kezd az Alba. Szóval ennek az esélye körülbelül a 0,00, nem tudom mennyi százalék, és mégis így történt. Imádjuk ezt a játékot. Igen, ettől szép ez a játék, ettől szép a kosárlabda. Hát ugye a mai kosárlabdával azt mondják, hogy ez a 10 pontos előny az nem számít megnyugtatónak, és a két csapat bebizonyítja, hogy esetenként a 20 pontos előny sem elég magabiztos. Kíváncsi vagyok, hogy még mivel tudják egymást meglepni a csapatok, mit találnak ki még az edzők, hiszen azt lehetett látni, hogy a Falkót váratlanul érte az Albának az a match-up zónája, ami 2-1-2 mindenféle zónát vehetett. Igen, volt az minden. Hát abban minden volt, de jó reagált rá a csapat, és ez fontos egy ilyen döntőben, ugye előtte pedig az első meccsen Milos Konakovék tudtak változtatni a játékokon, bár ugye akkor nem volt 20 pont különbség, és vissza tudtak jönni a fél időre, 10 pont környékére, de az is egy nagy fegyvertény egy ilyen döntőben. Én a mai mérkőzésen azért egy kiegyensúlyozottabb, szorosabb mérkőzésre számítok. Hát minden esetre bőven volt változás egyébként a két csapat teljesítményében, az első és a második mérkőzés, hogyha összehasonlítom egymással, akkor tulajdonképpen az nagyon szembetűnő, hogy míg az első meccsen, a szombathelyi meccsen az Alba összesen 20 pontot dobott festékből, addig a második meccsen ez gyakorlatilag megduplázta, mert 38-at. Tehát ebben azért volt változás, és valamit ezek szerint ki tudott találni Alejandro Zubillaga, ha már éppen őt mutatták, mert nagyjából az volt a közvélekedés, hogy festékben a Falko erősebb, mint az Alba. Igen, ez lehetett is látni, hogy a második mérkőzésen már tudatosan keresték az alsóbb szituációkat, ugye nagyon sok váltással védekezett a Falko, elváltottak minden labdás 2-2-t, és ahogy a Folyvon Dávid is nyilatkozta, vannak tehetséges játékosaik a gyűrű alatt, és hogy őket is meg kell találni, a második meccsen ezt jól megtalálták, és szembetűnő volt az, hogy a Falkónak köszönhetően a második félidei lefagyásnak 20 eladott labdája volt, ami azért rájuk nem jellemző, 12 körül átlagoltak az egész szezonban is. Ebből nem adtak nagyon sok gyorsítási lehetőséget az ellenfélnek, ott pedig láthattuk, hogy minden eladott labdát az Alba könnyörtelenül megbüntetett. Igen, ez az eladott labda, ez egy érdekes dolog, mert ez az egyik olyan legfőbb faktor, ami vissza tudja hozni a másik csapatot a mérkőzésbe, és talán a Falko játékára nem volt jellemző egész szezonban, de évek óta sem az, hogy ennyi eladott labdájuk legyen egy mérkőzésen. Ez betudható a döntőnek, vagy meglepte őket valamivel az Alba, az az Alba, amiről tudjuk, hogy ők aztán rohanni szeretnek. Hát ott a zóna egy kicsit megfogta őket, szerintem még egy kicsit kényelmesebben jöttek ki az előny tudatában, és ugye az előadott labdákra visszatérve, az egy nagy különbség, hogy hol adjuk el a labdát. Szóval a Falko azon a mérkőzésen a triplán adta el, amiből szinte egyből gyorsindítás szituáció 2-1 lerohanások voltak az Albának, és ezeket rendre kosárral fejezte be, amin ők ritmust fogtak, melléjük állt a közönség, és a Falkónál pedig egy ilyen apátia jelentkezett, és nem volt nekik semmi olyan, hogy ott tudjanak még ritmust váltani, de így is vissza tudtak jönni még, vagyis hát ott tudtak maradni a mérkőzésben, és egy jó kis egylabdás meccs lett belőle. Igen, az a durva egyébként, hogy a második meccsen, amit megnyert az Alba, ott 19 eladott labdájuk volt, és ugye hát edzőként te is nem úgy szoktál gondolkozni, azért 20 eladott labdával nagyon nehezen lehet meccset nyerni általában. Hát igen, ez azért függ attól is, hogy milyen egy mérkőzés ritmusa, de azt mondja ugye mindenki, hogy az eladott labdák lepattanók, és a gyors kosarak száma az eldönti általában a találkozó kimenetelét. Hát az biztos, hogy kapkodó volt a játék. Most látjuk, hogy valamennyit ez higgadt egy kicsit.
Van egy ünnepélyes kezdődobás, ami még nem az igaz, de majd természetesen jön az igazi is. Úgyhogy jön a harmadik felvonás a bajnoki döntőben, az már egészen biztos, hogy lesz negyedik is, hiszen három nyert meccsről beszélünk, és most egy-egy, tehát pénteken biztos, hogy még egyszer az Alba-Fehérvár csarnokában is összecsap a két gárda, de nagyon nem mindegy, hogy ez az összecsapás hogyan alakul, hogy melyik lesz az a csapat, amelyik előnnyel mehet be ebbe a bizonyos negyedik meccsbe, mert nekik már csak egy lépés. És közben majdnem Somogyi szerzett labdát, ugye Fillmore Somogyi is ott van a kezdőben, meg Pongó is, aki labdát szerez, na meg Ford, illetve De Cozy, ez az Albának a kezdőtöse, közben egy gólyófalt Somogyinál. És akkor hogy láthatjuk, hogy ugye eddig az eladott labdák jelentőségéről beszélgettük, és egyből egy eladott labda és gólyó plusz egy, ami edzői szemszögből a lehető legrosszabb párosítás. Igen, meg ha már ugye Somogyi így kezdte ezt a mérkőzést, azért nála leragadnék, hogy az első meccs az 11-1-et dobott, gyakorlatilag semmi nem ment be neki, a második meccsen pedig összesen csak három kísérlete volt, amiből egy ment be neki. És nekem ez veszőparipám, hogy Somogyi egy remek játékos, nagyon jó fizikummal, nagyon jól lát a pályán, elképesztően jó játékos, már fiatalkora ellenére, és eddig a döntőben egyetlen egyszer sem jött ki neki a lépés. És ez is döntő faktor lehet, hogy mondjuk Vojvodán és Perlen kívül kik lesznek még azok a játékosok, akik bele tudnak tenni a közösbe sokat. Hát a Ádámnak a teljesítménye valóban az eddigiekhez mutatotthoz képest azért most gyengébb. Az látható, hogy nagy energiákkal jön meg a meccsbe, és ez ugye a második meccsen is lehetett látni, hogy három korai fajtja volt, amiből megtörte a saját maga ritmusát is. De bocs, Pongó közben egy betörés, ha még nem is olyan fontos, mint volt a legutóbbi meccsen, mert ővé volt az utolsó akciókosár. De folytasd nyugodtan. Szóval ez nagyon fontos tényleg, hogy Pongó is Vojvoda mellé még ki tud megérkezni, úgyhogy hasznos pontokat hozzon. Vagy éppen Kowalsz a másik oldalon, vagy Tybee, ugye mind a kettő játékos nagyon hasznos a Falkó szempontjából. Védekezésben, támadásban egyaránt ezt rögtön hozzáteszem. Tybee is, és Kowalsz is. Ebben kiemeltem, vagy kimondottan kiemelném Tybee-t, ugye aki nagyon sok ilyen nem látványos munkát elvégez védekezésben, lepattanok, és stabil pont a gyűrű alatt, illetve neki van ugye távoli játéka is. Ugye Pott, Keller, Kovács, Tybee és Kowalsz a Falkó kezdőtöse, ezzel még adós vagyok. Mindez 5-2-es Alba vezetésnél. Pongó, akit Kowalsz fog, ezúttal ugye egy alacsonyabb szerkezetben játszik az Alba, így, hogy Pongó és Somogyi egyszerre vannak fönt a pályán. Már előtte volt a lökés. Talán azt mondom, hogy ez a harmadik meccs fontosabb, mint az első a tekintetben tényleg, hogy aki ezt ma nyeri, az már tényleg csak egyetlen egy lépése lesz a bajnoki címtől. És egyébként, ha ezt tovább gondolom, például az Alba szempontjából nekik megint itt a lehetőség, hogy elvegyék a Szombathely pálya előnyét. Igen, és az más dolog már utána úgy pályára lépni, ugye, hogy hazai pályán bajnok lehet. Igen. Valaki. Közben láthatunk Pottól az ő egyik legnagyobb erősségét, nagyon jól olvassa a 2-2 elleni játékokat. És azt láthatjuk azt is, hogy a Falkó maradt a váltásos védekezésnél a 2-2 szituációkban. Igen, ők megtehetik, hogy elváltanak gyakorlatilag mindenkit mindenkivel, mert alapból nagyon magasak. Beszélgetem egy fehérvári játékossal, nem fogom megmondani nyilván előtt, és azt mondta, hogy azért van nehéz dolguk, mert mindenki nagy, magas, erős a Falkónál. Igen, nagyon fizikális csapat, hát ugye Pott paramétere is az a klasszikus irányító. Igen, ez egy nagy labda, és Fillmore a befejezés, Somogyi asszisztot is ad. Most meg kell követnem magam, mert az előbb a váltásos védekezést dicsértem, de itt most nem tudom eldönteni, hogy mi volt a megbeszélt taktika. Azért gondoljunk vele, hogy ez pont az a sportág, ahol nagyjából 5 másodpercenként történhet valami, de lehet, hogy túloztam, és lehet, hogy 3. Úgyhogy azért belefér az is, hogy hibáznak a védekezésben. De Kovács Benedek triplájával már zárkózik is azonnal. A Falkó 7-7. Ismét Pott volt a kulcs a támadásban. Megint jól olvasta a 2-2-t. Kovács Benedek meg a specialitása,
igazából ez az elsődleges szerepe a csapatban, hogy ezeket a helyzeteket góra váltja. De nagy labdát adott Pongó, pedig elsőre talán mintha tétovázott volna, hogy bepasszolja, ne passzolja ezt a backdoort, de aztán működött. Keller keresztbe Cowellsnek. Tájbi éppen csak elérte, elküldonna mindenkit, Pott jött volna át a gyenge oldalról. Aztán mégiscsak jó, hogy ott van Pott, sőt, be is dobja. Ugye elcsúszott az Alba védekezés, készültek egy csapdára, de Tájbi ki tudott jönni belőle, és így lett üresen Pott. Somogyi megint. Egy löbbölés, még Fillmore nagy nehezen összeszedi Pott mellett, becsapdázzák az alapvonalon, és el is adja a labdát Fillmore. Gyönyörű védekezés volt a Falkótól. Kovács végig tudja vinni, ez is kimarad, és a labda az Albáé lesz. Nézzük, csak itt tör be Kovács, ott van egy blokk Dekózitól. És megkapja a labdát az Alba a végén. Maradjunk ennyiben. Igen, egy kicsit most emésztjük még a helyzetet. Ford. Dekózi. Ugye Dekózi is adós még a jó játékkal egyébként a fináléban. Ford például már a második meccsen nagyon jó periódusokat tudott produkálni, de Dekózi még nem. Őnek egy nagyon jó kis középtávoli játék van egy-két leütésből, illetve alsó bosszon tud ő is dominálni, de így itt a Falkóban megvan rá a megfelelő meccsap. Azt lehetett látni az előző meccsen is, hogy mind Kovács Meleket és mind Sövegjártó Ábert is támadták, és rajtuk próbáltak előnyt csinálni. Az első fél időben viszont... Ez működött is. Igen, működött, még hozzá kell tenni, hogy viszont jól is használták ezeket a faltokat, ilyen főleg Sövegjártó Ábert, mert Kovács Meledeknek így Brown kiesésével ugye a második fél időben is nagyon fontos szerepe van. Így ő ezeket nem tudja olyan könnyen használni. Mind a két büntetője kimaradt Dekózinak, így aztán az 5-2-es jó kezdés ellenére az Albának 11-9 most a Falkónak. Pongó futtából, ez az ő kabinetje, ha szabad így fogalmaznom, ezt minden meccsen többször is elsüt, és ezeket jól dobja. Így van, nagyon jól játszik az egész döntő során. És itt most meg lehet dicsérni Somogyi Ádit, akinek ugye két szerzett labdájából már 6 pontot szerzett a csapat. Így van, én ezért mondtam az elején, lehet, hogy Somogyinak nem jött még annyira, ez is egy golyó falt az első két meccsen a játéka, de ő az, az az X-faktor, aki nyerő ember tud lenni. Tájbi az előző mérkőzésen kicsit halványabb volt nekem, most úgy néz ki, hogy az elejétől nagy energiákat tesz bele a mérkőzésbe, nagyon aktív támadásban. Igen, pedig játszott majdnem 21 percet Tájbi. 6-2 dobott a második meccsen, az valóban nem túl sok. Jött volt zóna ellen neki is, két labdavesztése lépésében miatt, ami egy kicsit megtörte ott a ritmusát. Itt is kimarad a plusz egy, így aztán egy pontos Falkó előny. Somogyi. Ott a 2-2, Fillmore lép be, szép játék volt. Érezte, hogy a rövid oldalon nem érdemes föltenni, mert lehet, hogy odaér még Keller, de volt hely, át tudott lépni. Egyelőre a labdás 2-2-ket mindkét csapat jól olvassa. Tájbi nagyon gyenge dobása, éppen csak csípte a gyűrű szélét, és akkor most jön Vojvoda Dávid, és akkor jön Perl Zoltán is, a második meccsen is egyszerre léptek pályára. Ugye most már megszokhattuk az ő esetükben, ugye Vojvoda esetében inkább csak idén, Zoli esetében mindig is, hogy ő általában cseréből jön. Ugye Vojvodának ez nyilván egy másabb szerepkör, újabb tapasztalás. De most már egyszerre a pályán. Kíváncsian várom, hogy most éppen milyen plusz ritmus tudnak hozni a mérkőzésbe, mert ők aztán tényleg tudnak új arculatot adni bármilyen meccsnek. Így van, ugye két 20 pontos játékosról beszélünk, közben Fillmore-t nagyon szépen megdobatják. Most már 8 pontnál tart, az Alba pontjainak a felét ő szerezte. Szóval ugye Vojvoda és Perl is 20 pluszos játékos. Meccs döntő faktor van a kezükben. Keller, ő is bedobja. És Ford lemaradt, falttal együtt jó a kosár. Nagyon szép játék volt, elrontották a váltást ott a spanyol védésénél az albások.
Közben azt is ki kell emelni, hogy a Falko változtatott a védekezésén, mert az elején csak pottal váltottak, most utána van egy ilyen kisebb kisegítés, de ezután rendre üresen van a leváló. És a Fillmore emiatt tud egy kicsit dominálni most ott a gyűrű alatt. Nézzük akkor Kellert a plusz egyel. Ez is kimarad. De Kózi lepattanót szed. Ugye a lepattanózásról még annyit nem beszéltünk, de nagyon fontos tényező lehet egy ilyen mérkőzésen. Az első két meccsen mindkétszer a Falko volt egyébként ebben az erősebb. Diong is a pályán, aki megpróbálja egy az egyben Kovácsot beforgatni, aki lök rajta egyet. Ugye Diong szerepe is érdekes, amikor Fillmort le kell hozni, pihentetni, akkor ő képes egyébként nagyon hasznos játékperceket a pályán tölteni, de azért ő nem az a típusú játékos, aki 20-at dob egy meccsen. Barács jön Keller helyett. Hasznos kiegészítő játékos, ugye elsődleges feladata a lepattanó kontrollálás és a levállás. Azt észre lehet venni azonban a mérkőzés során, hogy kicsit hamarabb indították el az edzők a rotációt, ez lehet, hogy annak is ugye betudható, hogy azért már fáradnak a játékosok, és hogy minél jobban tudják őket frissen tartani. Mbaké Diong tehát megszerzi első pontját, ebben Barácsot kellett figyelmeztetnie az alsó játékvezetőnek, Földházi Tamásnak. És a második is jó. Diong tehát két ponttal száll be a mérkőzésben. 4 perc van az első negyedből hátra, 4-4 csapat falt mind a két oldalon. Perl a kisebb hátizom sérüléssel játszik. Volt egy vetődése, amikor összeütközött Pongóval, azt egy picit Zozó még érzi. Jön vissza Pongó, és jön Takács, lemegy Dekózi, illetve Somogyi az Albánál. Ebben az esetben Pongó az, aki klasszikus irányítóként játszik, ugye eddig Somogyi mozgatta inkább a csapatot. Vojvoda, akit egyébként pont Perl fog, szép volt az eléváltás, de így viszont Barácsnak szedni kell a lábait, hogy Diongra visszaérjen, ez nem történik meg időben. Ezek után a kisegítések után rendre üres a festék, és igen, üres a leváló játékos, szóval... Ezt biztos... olyan tudatosan használja az Alba. Igen, jól megy náluk a labda, azt lehet látni. Nincsen túlvezetett akció. Támadó Diongnál. Kovács nem is számított rá, hogy Diong odaáll. Ez azért egy elég felesleges szabálytalanság volt. Stefan Pott visszajön a pályára Kowals helyett, és törölni kell. Igen, hogyha elfutott volna, annan Diong sem történik semmi, Vojvoda áthozta volna a labdát. Így azért esélyes volt, hogy valamit fújni fognak a játékvezetők, mert komoly ütközés volt. És a legjobb tudásom szerint ilyenkor ugye ez azért halt, mert a védő nem tud felkészülni erre a fajta kontaktra, ezért ez szabálytalan minden szempontból. Igen, hiába állt Diong, mert ő azt mutatta, hogy nem lépett, hát oké. Okay. Csak akadályozta pont a védőt is a mozgásba, amire ő sem tud felkészülni. Így van. 5 pontos Alba előny. 11-9-ről most 15-20 lett az Albának. Tehát csináltak egy 11-4-es sorozatot most a fehérváriak az elmúlt percekben. Kovács triplája, lejön, de visszaszedi a lepattanót, és utána eladja a labdát. Ford! Jön Vojvoda, de nem rohan az Alba. Nincs meg a tranzíciós játék. Vojvoda megint Dion, megint üresen, és a fölöslegesen ütött el a labdát. Igen, ez egy nagyon egyszerű ajtóablak helyzet volt neki. Most is késett a Falko gyenge oldali segítője, ez az egy esélyük volt, hogy ő leütötte ott a labdát. És utána Fordot kisarkaszt a Tyree. Igen, Diongnak egy dolga lett volna beleugrani a gyűrűbe. Ezzel a fizikai adottsággal, ami neki van, nem ott labdát vezetni. Tyree viszont milyen szépen ismerte föl, hogy leléptek róla. Ford! Ő megbedobja Tyree-ról. Ő még ma nem villant. Igen, túl a 20-on az Alba. Kovács. Kettős cserére készül majd egyébként a Falko is, visszajön majd Keller, illetve Sülegjártó Ábel lép majd pályára hamarosan. Ó, de szép labda. Barács.
és Ottól kapta a gólpasszt. Amit eddig elmondtuk a Falkonál, hogy üres a festék, most ugyanez. Igen, elég sok ilyen pont születik mind a két oldalon. Bongo. Lehet is látni, szóval erre szoktuk mondani, ugye, hogy minden védekezésre van támadás, és minden támadásra van védekezés, ki fog erre jobban reagálni, és ki mit tud ezen változtatni. Ott. De a sarokba Kovács. Barács. Dion mögötte, Baracsmé, új, de szép volt a szerelés. Egy kicsit erőlködés jellege volt ennek a Barács mozdulatnak. Igen, igen, már nem van a mérkőzésben 3 perce, és még Takács. Nem nagyon használt el labdát. Ön megpróbált egy gyengét. Kicsit dominálni Dion felett. Jó, azért az nem könnyű. 22-19, lassan jön az utolsó perc az első negyed végén. Most kihagyott dobások mind a két oldalon. Oh, pot! De szépen ismerte föl, de hát miért nem kísérték vajon végig? Hát itt valami kommunikációs zavar volt, mert Pongo arra várt, hogy váltanak, közben a segítő védő pedig ment tovább a saját emberével. Vojvoda! Ráüti a lábára a labdát, Ford, betörés, milyen kosarat dobott Nancy Ford. Bravúros megmozdulás volt most. Nem sok helye volt a labdának, olyan laposan jött a gyűrűre. 4 pontos Ford, fél perc van hátra, 3 pont az Alba előnye. Pot. Dion talán fölöslegesen váltott ki annyira messzire, magas ember létére. Kettős csere, ugye akkor a Falkónál, még csak most tudnak jönni Sölegjártóig, és jön Szabó az Albánál. Dion helyett. Falkóban pedig ugye Kovács jön le és Tajvi. Ugye az Albánál mind Fillmore-nak, mind Diognak már két fajtja van. Ezért fontos szerep várhat Szabó Zsoltira, ugye aki az előző mérkőzésen pályára se lépett. Így van. A Falkó tudatosan keresi most a spanyol zárást, ugye amikor van egy labdás 2-2 és a center még kap egy mögézárást. Ebből 3-4-szer elváltotta magát az Alba, és azóta ezeket a játékhelyzeteket próbálják keresni. Támadásban sikerrel viszont azt nem lehet elmondani, hogy bármelyik csapatnak eddig túl acélos lenne a védekezése. Pot büntetőivel korrigál a Falkó. Egyetlen egy pont az előnye az Albának, fél perc maradt hátra. Ennek nagy részében az Albánál lehet majd alatt a Vojvoda, aki még nem dobott ma pontot. Bármilyen sok pár perce van a pályán. Pongó. Újabb elzárás. Beleáll Pongó a triplába, ez nincs bent. Takács leszedi a lepattanót, és aztán Pottnak adja. Azt még Barács eldobhatja. Beleáll a triplába. Rövid. De még mennyire rövid. Pedig ahhoz képest lett volna ideje összerendezni a mozgását Boris Barácsnak. 24-23 támadójáték szempontjából pontokban viszonylag jól állunk. Igen, támadásban nagyon sok energia van, védekezésben mindenki egy kicsit változtatott, ezt lehetett látni, ami ennek felül reagálnak egyelőre, csak sok könnyű gól esik, de látványos kosarak esnek. Itt a végén ez pedig nem Barácsnak ez az elsődleges feladat, hogy ezeket a triplákat azért bedobja, de képes. Néhány szép kosarat azért el tudtunk tenni természetesen, hogy a Fillmore-nak voltak komoly percei a negyed első felében, 8 pontot dobott. Na nézzük, a Falkó 90%-kal dobja a duplákat, de még az Alba 75-je is nagyon jó. Hát igen, ugye a tripla megint, ami se az első, se a második meccsen, az első félidőben semmelyik csapatnak nem ment, és mindig az a csapat jött jól a végjátékból, amelyiknek a második félidőben megjöttek a triplái is. Hát igen, mind a két csapatnál azért ez eléggé benne van a játékunkban, és nagyon sok olyan játékosuk van, akik tudnak kintről pontot szerezni. Hát amíg így működik a labdáskedés, könnyű zicserek vannak, addig igazából nincs rászorulva senki. Az következő lépés, mikor megy a segítő, és meg kell találni ugye a gyenge oldal üres dobó helyzetet. Hát gyakorlatilag hogy azt látjuk, hogy ha leszámítjuk azt az 1-1 bedobott triplát, mind a két csapat 20 pontot tud dobni triplák nélkül. Így és azért van. Ez pont az, amit te mondasz. Ehhez
ehhez már csak bónusz, hogyha valaki elkapja a fonalat egyébként. Na nézzük akkor a folytatást. Söveggyártó pályán maradt Baráccsal együtt, Kellerrel, Pottal, valamint Per Zoltánnal. Maradt Takács az Albában, Vojvoda, Szabó, Pongó és Ford. Tehát négy magyarral van most fönt a pályán az Albafehérvár. Az Arkonik Albafehérvár. Na és egy újabb változtatás az Alba részéről. Most dobott plusz egy, vagy box plusz egyet védenek. Ugye Takács Perrel megy végig. És a többiek pedig zónáznak. Ez eddigi mérkőzéseken eddig nem volt. Igen, viszont a zóna az Albának a második meccsen nagyon bejött. Igen, azt ott nagyon elkapták, és jó ritmust is adott a csapatnak, az valóban egy nagy edzői húzás volt. De az volt, ami, hát többek között az volt, aminek azt a 18-0-ás rohanást köszönhette az Alba, hogy elkezdtek zónázni a második félidő elején, és nem nagyon tudta lereagálni ezt a Falkó. Lehet, megnézik a játékvezetők ezt az iménti szituációt, az esés megelőzően, hogy mi történt. Azért az észrevehető, hogy az első két meccsel ellentétben most azért nincs az a nagy rohanás és nagy kapkodás ugye a játékban. Most mind a két csapat kicsit kontrolláltak, ez a teher is ugye. Az, hogy a harmadik meccs, aki ezt már megnyeri, nagyon közel kerül a bajnoki cím, és senki nem akar sokat kockáztatni. Aha, itt ez, hogy Barácsnak ez sportszerűtlen volt ez a megmozdulása. Ugye beállt tulajdonképpen Pongó elé. A labdához nem sok köze volt. Semmi. Sőt, egy picit, mint hogy a csípővel mozdult is volna Pongó irányába, de hát majd eldöntik a játékvezető. Igen, sportszerűtlen. Az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó fújás volt. Ugye a videóbírónak ez egy előnye lehet, amikor ugye ezt vissza lehet nézni, és hibak körülmények között lehet jó döntést hozni. Marcel is most már 7 pontnál tart, úgyhogy Fillmore mögött a második legeredményesebb fehérvári játékos. Jelzem, Vojvoda és Per még mindig pont nélkül. Hogy lehet, azt is együtt kezdik, mint hogy együtt lépnek pályára is. Szabó, rövid, és a lepattanó ott van Quincy Fornál. Ezek a második esélyek fontosak lehetnek összességében egy ilyen meccsen. Vojvoda, Takács az előbb kihagyta, ez is rövid. Ugyanolyan rövid, mint az első, és ugyanúgy balra hordott a keze. És mind a két dobásán a falkósok direkt nem is futottak ki rá, szóval egy kicsit, mint a kínálták is volna neki ezt a helyzetet mind a kettőnél. Ami láthatóan el is bizonytalanította egy kicsit. Pot maradt át a 3 pontos alba előny, Barács, ez sincs bent, ugyanúgy, mint az első negyed végén az a megoldás. Azt ott nem lehet. Maga lett volna a csoda, ha az ott elfér. Takácsot le is hozza egyébként Zubiaga a pályáról. És Somogyi jön vissza. 23-as koruként még ott van neki Somogyi, aki viszont ezt a mérkőzést jól kezdte. Pongó, egy irányváltás, Vojvoda, jön a flóter, ami Vojvodánál általában bemegy, csak kilépett. Másfél perc, és csak egy kosár eddig az Albánál. Ez a termése a második negyednek. Per tovább, ott. Ú, de szép backdoor. Pernek megvan az első kosara. Nagyon szép játék volt. Ugye volt itt egy elterelő hadművelet, egy dupla zárással, miközben Perzoli, aki végig nagy nyomásra, hogy ne kapja vissza a labdát. Beleblokkolnak Somogyi dobásába, Keller vissza Barácsnak. Szép kosár. Át is veszi a vezetést a Falkó, most elbizonytalanodott az Alba. Most láthatóan nincsenek jó ritmusban a támadásban. Szabó
dobhat kettőt. Nem, lépés. Én is úgy látom, hogy szökkent egyet ott a helyben, de majd ezt a visszajátszás lehet, hogy megmutatja, vagy nem fogjuk látni. Viszont érdekes volt megint, hogy üres volt a leváló, ugye előtte is volt már egy könnyű dobás. De azt látni lehet a Falkó védekezésében, hogy Vojvodának nem hogy üres dobása, üres labdaátvétele nem volt. Tehát ha jelen állás szerint az, hogy körbepasszolják és mondjuk Vojának ott marad az üres, az nincsen, neki kell megteremtenie saját magának a lehetőséget. Mondjuk ő képes rá, csak eddig még nem sikerült. Keller, az nem megy be, de Barács három ember között szedi le a támadót. Pott pedig már dobja is a triplát, ez sincs bent, ez meg már Somogyié. Ugye Pottnak ez most erőssége lett a rájátszás során, ugye előtte nem volt kimondott dobó, de itt a rájátszásban azért viszonylag sok. Fillmore már nyerő. Igen, jó ritmusban kapta el a meccset, ugye ő neki benne van a játékában, hogy ezeket bedobja, és úgy látszik, hogy ez a két fal nem törte meg a ritmusát, hogy ideje korán le kellett ülni a padra. Igen. Most kettővel vezet az Alba, a legnagyobb előnye 5 pont volt, 20-15-nél a fehérvári együttesnek. Közben Barács és Vojvoda ütköztek, de aztán nincs harag. Csak hát férfiból van mind a kettő. Ez egy ilyen sportág, szóval itt az ütközések elég nagy jelentősége van. És ugye ahogy mondtuk, hogy Vojvodának sincs könnyű helyzete, ugyanígy Percolit is nagyon agresszívan védik. Barács jól lépett be, Per tudatosan kereste, hogy kinek tudná lepasszolni a labdát, két büntető lesz ebből. Közben Fillmore ugye ezzel begyűjti a harmadik hibáját. Ami érzékeny veszteség ilyen esetben az Albának, mert csapat a legeredményesebb játékosa. Igen. Így aztán Barács egalizálhat. Igen, amúgy nem nincsenek falt problémák semmelyik oldalon, de ez a Fillmore három falt, ez most már az. Barács pedig, ha nem is akció volt, de büntetőkből szépen csipegeti a pontokat. 6 pontnál tart már. Bongó helyére visszajön De Cozy az Arconic Albába. De Cozy, jön Vojvoda. Ahogy azt a második meccsen is láttuk, egyből próbálják támadni a fiatalt. Igen. Viszont Sövegjártó jól használja ezeket a taktikai faltokat. És konkrét előnyt egy adott helyzetben nem tudnak kiharcolni, sem golyó plusz egyet. Így van, hát annyi, hogy a saját faltjai gyűjtögeti meg a csapatfaltokat. De ha ez a feladat, akkor ez a feladat. Így van, ezt a feladatot nagyon jól ellátja. Ő nem azért van, hogy 20-szal megnyeri a meccset a Falkónak, dobott 20 ponttal. Bell kapott még bele ebbe a labdába, de marad az Albánál, 9 másodperc a támadóidő. Szabó. Odaadják Vojvodának, akire megint kiváltanak. Szabó újabb elzárást ad, Vojvoda bele fog állni a hármasba. Ez pedig az ő dobása, de nagyon nehéz volt. Ugye Per volt vele szemben, aki azért ismeri elég régről, és próbálta limitálni a lehetőségeit. És két egy magas játékosról beszélünk egyébként. Így van, ez azért neki most nagyon nehéz volt. De hát le kellett dobni, nem volt más opció. Lejárt a támadó idő. 29-29. Most szemben az első és a második mérkőzéssel eddig az első fél időben nincs komoly különbség pontban. Berl. Ez most lejön. Vojvoda már elő van, de nem kapja a labdát Fortól. Vojvoda bedobja. Én Fort helyében megkockáztattam volna egyébként az indítást, de mindegy is. Megvan Vojvoda első pontja is. Így van, hát az ő egyik klasszikus akciója ez. A balra betörés, abból visszalépés, dobás.
Sövegjártó. A lepattanó Fordé. Ott van Somogyi, egyelőre Ford azonban áthozza a labdát. Újabb sövegjártó falt. Mondhatni jó taktikai falt ismét. Második hibája, kettős csere. A Falkóban Perl és Barács mennek le, Tajbi és Kauwels jönnek vissza. Erre aztán reagál az Alba, Vojvoda helyére jön Pongó. Pont most hozta le Zubiág a Vojvodát, amikor dobott egy akciókosarat. Igen, igen. Sokat küzdött érte, mert ugye előtte nem nagyon volt ritmusa. Pongó. Nem merte föltenni. Legalább zicserben. Nagyon nehéz dobás volt, és tényleg Ákos jól védekezett, szóval ott volt, egy kicsit csúszott el, ez tényleg extra dobás. Négyel vezet most az Alba. Egy kicsit elhamarkodottnak éreztem, szerintem itt most Tajvi nem volt kellően hidegfejű, ami ellenben jellemző rá. A falt. Az biztos, hogy falt volt, Somogyi teljesen joggal reklamál, de csinált egy 6-0-ás sorozatot 29-29 után, nézzük csak, persze, hogy falt volt, 29-29 után az Alba, úgyhogy jogos az időkérés a Falkónál. Igen, nem indult olyan nagy gyorsasággal most a pontgyártás, mint az első negyedben, kicsit visszavettek a csapatok. Több mint 5 perc alatt dobott csak 6 pontot a Falkó. Az kevés. Konakov nagyon mérges. Zoltai Timea Epsekor 8x8. Zoltai Timea Epsekor 8x8. Play one down. Van down. És most kérek egy nagy biztatást, Dalián Falkó! Hey, you are here. Stefan, you receive the ball. Man, Aki, short throw. Stefan, target race here, okay? Target, first defense is fist. Okay, don't forget, can be four side, can be three down. Read the first entrance and after take the your guy. Let's go. I'm more energy. Let's go. Let's go, Aaron. Milos Konakov azzal nem volt megelégedve elsősorban, hogy amikor gyors indítása van, vagy ilyen második számú lerohanása az Albának, akkor nem használják a falról, és hogy nem váltanak, csak el egy ügyes dobás. És ha jól hallottam, akkor utána a zónába fognak visszarendeződni, és úgy itt is megérkezett a zóna, a box plusz egy ismét az Alba részéről. Kauwels nem jut dobó helyzethez, sőt egyre nehezebb pozícióban. Tajbi, ő sem dobja be, ketten mennek a lepattanóért, Pocsodorta vissza. Vagy talán Keller, nem tudom melyik őjük keze. Edzői szempontból ezek azért nehezek, mert ugye megvan, hogy mi lesz a taktika, majd utána, amikor visszamegy valaki és lát egy box plusz egyet, azért sok esetben más szül. Nem, váltásos védekezés. De Kózi fölöslegesen erőlködve dobta ezt el, egyáltalán nem volt helyzet. És Pongó szabálytalan. Kávész még a mai meccsen úgy nem nagyon érkezett meg eddig, nem? Nem, egyáltalán nem. Volt már dobása, ami nem ment be, konkrétan nulla pontja van eddig Kávésznek. Mondjuk az a típusú játékos, hogyha egyszer elkapja a fonalat, akkor nehezebb megállítani. De most azért mindenképp kell még szerintem Pot és Per mellé, aki mezőnyposztról be tud segíteni a pontszerzésbe. Hát annál is inkább, mert Per Zoli egyelőre 2 ponton áll. Stefan Pott viszont eléri a 10-et. Gilmore után második játékosként a meccsen. És akkor megérkezett a zóna, amit ugye Konakov kért. Igen, ez egy 2-3-as zóna, amit Pongó már dob is át. Csak éppen nincsen lepattanó. Amúgy ez egy dobható helyzet volt. El is kellett dobni szerintem. Pott. Az nem jó. Kicsit hezitált, Ákost kereste egy áliukra, és az Alba is jól összehúzta a védekezést. Igen, csak amikor már két játékos van levegőben egyszerre, akkor ott nehéz bármit csinálni.
Vissza fog jönni Vojvoda Dávid, de Kózi helyett az Albában, és akkor érkezik Kovács Benedek, aki süveggyártót váltja a Falkóban. De Kózi nem találja ezen a mérkőzésen a ritmust, és egy ilyen helyzetben ugye Vojvodában benne van az, hogy egy-két extra dobással tud a csapatnak olyan pluszt adni. Igen, és ugye De Kózinak folyamatosan bizonytalannak érzem a labdavezetését betörésben. Ez a simán el tudja adni a labdát. Ford. Nagyon szép hármas váltás volt a Falkótól, hogy a centerek retranszferálták egymás között. Vojvoda. De megdolgozott ezért. Na ezért klasszis játékos Vojvoda Dávid. Ez minden volt, csak nem könnyű. Igen, demoralizáló, dudaszós, egy úgymond jó védekezés után. Igen, primán védekeztek rajta. Vojvoda. Meglöki Cowell-t. Neki is a második így. Négy pontos Arkonik Alba előnynél. ...27-26-nál vezetett utoljára a Falkó. Azóta megint az Alba átvette az irányítást, és néhány ponttal ugyan, de folyamatosan vezetnek. Bot! Egy ütközés Somogyival, azt már lefújják. Somogyi mutatja, hogy a saját hengerében ugrott föl. Nem volt szabálytalan. Nagyon kereste a faltot ott. Hát nem, egyébként. Tehát kicsit kifele mozdult Somogyi az ugrás közben, ez fújható volt. Szerintem legalábbis. Ha innen nézem, akkor még lehet, hogy az első az nagyobb falt volt ott fönn Vojvodánál. Igen. De Poton látni lehetett, hogy ő most ezt meg akarja, ezt magára keresi, hogy bónusz van, dobhasson két büntetőt. Ugye higgadtan játszik most Bot, lepasztalanokban, támadásban, játékszervezésben is ott van élen jár a csapatában, vagy csapatánál. Ugye, amit egy kicsit hiányoltak is tőle néha-néha szezon közben, hogy el tudja veszteni a kontrollt egy mérkőzésen. Most a rájátszás során végig nagyon kiegyensúlyozott. Diongot annyira meglepte, hogy Somogyi elesett, hogy kivették a kezéből a labdát. Közben Kovács kicsúszik a pályáról. Keller nem figyel, de Tybee igen. Keller a hátára kapta a labdát. Na nézzük Calvez, nincs bent a tripla. Somogyi. Elhozza, Somogyi. Visszaszedi a saját labdáját. Érdekes Somogyi játékát. Tudod, mi jutott eszembe, hogy az első meccsen 10 ilyen rávezetése volt, és egyik se jött be, hogy most ebből a szempontból nyilván tudatosan kicsit visszafogja magát. És most el is bizonytalanodott emiatt, hogy betörjek, ne törjek. Igen, pedig nagyon kontráltan kezdte a meccset, most érzi, hogy nincs meg neki az, amit ő a legjobban szeret, hogy átmenetből könnyű gólt szerezze. Tybee golyó falt. Amit Keller Ákos remek védekezése előzött meg, ugye abból szerezték meg a labdát. Időt kér az Alba mestere. 37-37-nél másfél perc van hátra az első fél időből. Nem több. Guys, we cannot lose the plot in offense. Hey, pass the ball. Don't attack directly, stay straight. Pass the ball. Please, pass the ball. And if the referee don't call, okay, Adam. Vale, okay. Next offense. If it's Sean, play four side. Four side. And the next defense, play box and one. Play box and one. Ugye Zubiák box plusz egyet fogják hívni. Ugye Zubiák edző most azt hiányolta egy kicsit, hogy elvesztették a kontrollt a lepattanók fölött, és ahogy nem ment náluk a labda megfelelően, hanem inkább az egy-egyeket keresték. Kicsit kollektív a csapatjátékot vár. Megnézzük, hogy erre a félig zónára a Falkói zónával válaszol egy jó zóna, kontra zóna. Tybee tehát a plusz egyel a büntetővonalon.
amivel visszaveheti a Falkó a vezetést 27-26 után megint. Vissza is veszi. Jól sült el Konakov időkérése, így most már utólag elmondhatjuk, hogy a 6-0-ás Alba Roham után. És abban is látszik, hogy egy jól kontrollált mérkőzés, hogy még mindkét edzőnek van egy-egy időkérése. De Cozy triplája, aki eddig nem sok mindent csinált, ez volt az első kosara konkrétan. És maradt egy perc. Kovac. Nagyon magasan az elzárás. Ugye Somogyi és Vojvodát kivette a játékból Zubijaga mester. Nem kockáztatta meg, hogy beüssék a harmadik faltot itt a negyed végén. Takács jól védekezett, és le is járt a támadóidő egyébként. Zubijaga odament Vojvodához egy kicsit lelket önteni belé. Egyelőre a Falkonál, a zóna ellen nincs ellenszer. Igen. ...45 másodperc maradt az első félidőből, ami teljesen más játékot hozott, mint a döntő eddigi két meccse, hiszen egyik csapat sem tudott 18 vagy 20 pont előnyt szerezni. Takács azt eldobhatta volna kintről. Hát szerintem az előző két kihagyott után az igaz. Inkább úgy döntött, hogy betörés vállal. Inkább De Cozy, akinek meg megjött az önbizalma. A tripla után dupla. Ez azt jelenti, hogy ugye a 38-37-ről megint volt egy 5-0-ja az Albának, úgyhogy megint jön egy időkérés a Falkónál. Hát nem hiába azért, hogy ez a két csapat eljutott a döntőig, szóval eddig ugye kontrollált volt a meccs, most pedig látni lehet, hogy milyen jól reagálnak időkérésekre. Ugye a Falkónál ez kimondottan problémás most, hogy úgy kaptak két ilyen kosarat, hogy közben van mezőnyfajtja, amit tudnak használni. You are on the ball. Play two down like a spade. Read if he's a twist, jump up, two down. Hey, a few seconds left. Az Alba túl van most már a 40 ponttól, de a Falkó is csak kettőre van. És bár voltak olyan rövid periódusok a meccsen, de alapvetően az első és a második meccsel szemben itt jóval szerintem kevesebb a könnyű kosár, vagy a gyors indításból szerzett kosár. Senki sem egy beleindokolatlan rohanásban, igen. Ami volt korábban. Olyan kontrolláltabb a játék. Igen, igen, mindenki átérzi azért, hogy megjött már... a tét. Igen, hogy tényleg mi a tétje. Perl ismét a pályán. Jó, akkor most egy klasszik 2-3 zónával kezd az Alba. Kovács, vissza Kowalsznek, nincs dobó helyzet, Szabó kivált, Perl, Udi Jong szépen érkezett meg, számított rá, hogy az alapvonalra fog betörni Perl. Rövid lett így a dobás, De Cozyé a lepattanó. Még megpróbálta föllöbbölni, de ez nem sikerült. 38-42 tehát a nagy szünetben megint vezet az Alba, ugyanúgy, mint az első mérkőzésen itt Szombathelyen. Akkor azért nagyobb volt a különbség, most mindössze 4 pont, és tényleg egy sokkal kontrolláltabb játékot látunk mind a két oldalon, mint az előző két meccs bármelyikén. 18-15-re nyerte meg az Arkonik Alba ezt a negyedet, de a figyelmeztető jel kell, hogy legyen, hogy mind a két csapat 20 pont alatt maradt, a Falkó 15-je az meg kevés, az talán ki is mondható. Tehát azért hazai pályán ők ennél többet szoktak termelni. Az látható, hogy nagyon jó mérkőzés, sok taktikai változtatással, ezért emiatt is van közel az eredmény. Hát kíváncsi a várom, hogy a második félőben ki hogy fog erre reagálni, és ki mi újjal tud rukkolni. Így legyen, innen folytatjuk. Szoros félidei állást rögzíthetünk, és ilyen még nem volt az idei bajnoki döntő párharcában. Vajon végig fej-fej mellett haladnak-e a csapatok? Erről is beszélünk majd a reklám után.
Csak egy perc. Marci Máté vagyok, hírek röviden. Ukrajnában minden nap sok ember hal meg, ezért mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, fogalmazott Orbán Viktor Katarban. A miniszterelnök azt is mondta, nem helyes, hogy Kijev úgy kér anyagi támogatást a háborújához, hogy közben fekete listára teszi a magyar cégeket. Magyar és más nemzetek gazdái tüntettek Brüsszelben az ukrán gabona importtilalom meghosszabbításáért. A tiltakozók azt követelik, az Európai Unió hosszabbítsa meg az ukrán gabona importtilalmára vonatkozó eredetileg június 5-ig érvényes szabályozást. Magyarország felkészült egy esetleges újabb egészségügyi válságra és képes megóvni az emberek életét, mondta Szijjártó Péter Genfben a WHO közgyűlésén. A külügyminiszter hangsúlyozta, nem szabad összetéveszteni a geopolitikát az egészségügyi kérdésekkel. Iszlamista fegyveresek támadták meg a MOL pakisztáni földgáz és olajkitermelő üzemét Hangu körzetében. A területet őrző biztonsági erők 6 tagja életét vesztette. Köszönöm a figyelmüket, hamarosan jövök újabb egy percre. A továbbjutásért küzd Delbon Attila válogatottja, a hazai rendezésű kontinens viadalon. Írország, Magyarország, 2017-es labdarúgó Európa-bajnoki csoportmérkőzés. Ma este 3:48-kor élőben az M4-sporton. Férfi és női válogatottunknak is szurkolhatunk a portugáliai strandkézi labda Európa-bajnokságon. Szerdától vasárnapig élőben az M4-sporton és az M4sport.hu. Manchester City teljesen megérdemelten kiveri a Real Madridot, és története során másodszor ott van a BL döntőjében. Az Internazionale kettős győzelmet aratott az AC Milan ellen, és készülhet a július 10-i döntőre. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az élen diktálja a tempót. A fájdalomcsillapítót tudja tartani az iramot. A Nurofen Rapid Forte folyékony formában tartalmazza a hatóanyagot, amelynek köszönhetően kétszer gyorsabban szívódik fel. Nurofen Rapid Forte. Gyors és hosszantartó segítség fejfájásra. Keresse az akciós Nurofen termékeket a Patika Plus gyógyszertárakban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Mindannyiunknak vannak kedvenc ruhái. Viseld őket, mosd őket, védd őket. A Coccolino Profiber technológiája védi a szálakat, és hosszú élettartamot biztosít a ruháknak. Coccolino Ultimate Care, hosszantartó védelem és illat. Nem aggódom az ősz hajszálak miatt. Itthon gondoskodom róluk, a Color Naturals-szel. A kívánt intenzív szint és a hajamnak szükséges ápolást kapom. Most 5 növényi olajjal az akár 4-szer erősebb hajért. Már is remekül nézek ki, és a makacs őszhajszálak is eltűntek. A táplált hajszíne szebben ragyog. Color Naturals. A Garniertől. Természetesen. Itt az ideje, hogy vegyünk egy használt autót. De utána nézek a Car Verticalon. Használt autót keresel? Nem ismered az autód előtörténetét? A Car Verticalban megbízhatsz. Az emberi test. Egy 110 cm-es csontváz összerakása közben megismerhető szerveink működése. Milyen jó mulatság ez? Az első szám csak 350 forint. Szeretnéd mi hamarabb az otthonodban tudni új eszközeidet? Segítünk benne! Megjelölt termékeinkre elérhető a 10 havi áruhitel 0% DHM-mel. Választ például gyereknapra az Xplora gyerekokosórát 10 havi 0%-os DHM-mel 49.999 forintért. Let's go! Media Markt! Négy pontos előnyben az Alba a nagy szünetben, és bármit is hoz majd a második félidő itt a mai mérkőzésen, az biztos, hogy pénteken is lesz kosárlabda a közmédiában. Majd a negyedik mérkőzést a Dunavördön láthatják, vagy ha úgy tetszik, akkor az M4 Sport Pluson, és ez vasárnapra is igaz, amennyiben mindent eldöntő ötödik mérkőzésre lesz szükség, akkor azt az M4 Sport Pluson láthatják majd. És akkor most vissza a mai mérkőzésünkhöz. Fillmor nagyon ponterősen kezdett, és leginkább annak köszönhetően, hogy nagyon ügyesen találták meg a játékos társak.
Igen, én azt gondolom, hogy lehetett látni, hogy tudatosan próbálták inkább a gyűrű alatti helyeket támadni. Tehát ugye Fillmore-nak is az az erőssége, hogy 2-2 leválásból általában fölfele szokott leválni ilyen pick and pop-szerűen, és most inkább a gyűrűt támadta, és kevesebb hármast is vállalt az Alba az első negyedben, tehát én azt gondolom, hogy az edzők biztos, hogy kérték tőlük, hogy próbálják meg erőltetni a palánk alatti területet, onnan próbáljanak meg inkább az elején gólokat szerezni. Igen, ki tudja, hogyha nincsenek egyébként Fillmore-nak faltgondjai, akkor most hol járna a 11 pont helyett? Minden esetre, amit mondasz, az tényleg érzékelhető volt mindkét oldalon, hiszen most itt Fillmore-nál látunk jeleneteket, de a túloldalon is nagyon sok olyan közeli kosár született, amit végül gyakorlatilag egymaga fejezett be a támadó. Tehát valahogy ezekből a kettő-kettőkből a védekezés nem működött egyik oldalon sem eleinte jól. Miért? Hát igen, én azt gondolom, hogy nem elég agresszív a védekezés egyik oldalon sem, de talán a Falkonál ez jobban szembetűnő, hiszen a második negyedben benn is hagytak például egy csapatfaltot, ha jól emlékszem, 3 csapatfalttal fejezték be. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehetne sokkal agresszívebben ilyen könnyű kosarakat, főleg palánk alatti 2-2 leválásokat vagy zicsereket azért egy bajnoki döntőben meg kéne próbálni elkerülni, tehát egy kicsit nagyobb agresszivitás kell védekezésben mindenféleképpen. Igen, és fel is Sziszenter itt az első negyed után, amikor azt láthattuk a statisztikán, hogy a 2 pontos mutatója azt hiszem, hogy hazai oldalon talán 90% volt, az Albánál pedig 75. Hát a fél időben pedig azt láthatjuk, hogy a tripla mutatóval is abban viszont hadilábon áll a Falkó, hiszen 13 kísérletből csak egyszer volt Kovács Benedek eredményes. Ezen szinte biztos, hogy javítani kéne. Abszolút így van, tehát az kellenek majd mindenféleképpen a hármasok ahhoz, hogy a Falkó esetleg tudjon fordítani a mérkőzésen, de mindenképpen fontos lesz annak a csapatnak, aki nyerni akar, hogy a lepattanókat uralja, és tényleg kevesebb eladott labdával dolgozon. Ez egyelőre az Albának sokkal jobban megy, tehát a lepattanókat jobban szedik, mint a Falkó hazai pályán, és szerintem ez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a félidőben itt vezetnek is. Itt van egyébként ez az egy tripla, ami Kovács Benedek nevéhez köthető. Hát ebből biztos, hogy több kéne majd a Falkónál. Itt Jenőjék is beszélgettek arról, hogy mintha változott volna egy picit a meccs ritmusa. Az első negyed egy nagyon rohanó, sok pontos játékot hozott. Nyilván ennek vannak védekezésbeli okai is, viszont a másodikban érezhető volt, hogy picit, mintha visszafogták volna a tempót a csapatok. Mire számítasz ezek után? Hát egy borzalmasan izgalmas harmadik negyedre, de megmondom őszintén, inkább az látszik rajta, amiről szó volt a közvetítésben is, hogy megpróbálnak kevesebbet kockáztatni a csapatok. Tehát olyan nagy őrült rohanásba, meg olyan vállalásokban nem nagyon mennek bele a játékosok, ami esetleg kontrából leindításokat eredményez, vagy egy ilyen 8-10 pontos azonnali rohanás a következménye. Tehát próbálnak kicsit megfontoltabb vállalásokat is, és döntéseket is hozni, hiszen okulva az első két meccs tapasztalataiból, ilyen erős csapatoknál ez 4-5 perc alatt akár 15 pontban is megbosszulhatja magát. Még egy rövid szünet, aztán folytatjuk. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Új Magnum dupla Star Chaser és Sunlover. Roppanós csokoládé, popcorn íz és karamellszósz az éjszakákra. Fehér csokoládé, kókusz és mangószósz a nappalokra. Élmény éjjel, nappal. Soha nem gondoltam volna, hogy egy fogkrém ilyen változást tud okozni. Lakalut White & Repair. A természetesen fehér és erős fogakért. Már alig várom, hogy megmutassam a mosolyomat. Nem én vagyok az egyetlen, aki látja a különbséget. Lakalut White & Repair fogkrém. A természetesen fehér és erős fogakért. Az MKB Bank és a Takarékbank egyesült. Ezzel új fejezetet nyitottunk a hazai bankok történetében, létrehozva egy stabil pénzügyi hátterű új nagybankot, amely a legtöbb fiókkal rendelkezik Magyarországon. MBH Bank.
A Kvamatelmini segít megelőzni a rohanó életmód és a rendszertelen evés okozta savtótengést, hogy lendületben maradhass. Csökkenti a gyomorsav mennyiségét és koncentrációját 9 órán át tartó hatással. Kvamatelmini. Gyomorégésre és megelőzésére. Este bevéve pedig éjjelseik majd a gyomrot. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Szandra imádja kényeztetni magát, de ehhez néha kell egy kis plusz pénz. Ezért a Vintiden adja el a ruháit, amiket már nem hord. Az eladás díjmentes, így minden fillér az övé. Ez a Vinted varázsa. Bonjour, Megan! Your table awaits. Keres plusz pénzt a saját szekrényedben. Töltsd le a Vintedet! Midea, a légkondicionálás bajnoka Magyarországon. Keresd kiemelkedő energiahatékonyságú légkondicionáló és levegővíz hőszivattyús rendszereinket klímaszerelőinknél. Negyvenkettő-harmincnyolcas vendég előnyről jön azonnal a második félidő, és az szembetűnő volt azért, hogy bármikor pályán van Perl Zoltán vagy Vojvoda Dávid, akkor rájuk másfél-két ember figyel és őrzi őket nagyon szorosan. És ha most a pontszerzőket nézzük itt az első félidőben, akkor ez vissza is köszön. Most nem náluk van ilyen értelemben a stafétabot, hanem mondjuk Fillmore-nál vagy Pottnál. Mire számítasz ebből a szempontból a második félidőben? Kik lehetnek a legfontosabb szereplők? Hát nagyon sokan előléphetnek főszereplővé. Én azt gondolom, hogy ugye az Albánál talán Fordba lehet bízni, hiszen azért a bajnokság teljesítmények alapján ugye ő volt a leghasznosabb játékos az Albánnak mindelől, mint hátul. Tehát ő is tud mérkőzést eldönteni. A Falkóba is azt gondolom, hogy a Zoli is egyelőre adós a nagyon jó teljesítménnyel. Keller Ákostól is várhatunk több jót. De az biztos, hogy a győzelemhez mindenféleképpen kell majd egyéni extra. Hogy ez melyik csapatnál fog megjönni, azt gondolom meglátjuk. Ford pedig ott is van a pályán, úgyhogy meglátjuk, hogy igazad lesz-e vele kapcsolatban. A kommentátor állásban pedig természetesen ott van Jenő és Kornél. Köszönjük szépen. Hát érdekes volt ez az okfejtés. Én annyit tennék hozzá a magam részéről, hogy azért ne zárjuk ki. Sem az, hogy Perl Zoltán, se az, hogy Vojvoda Dávid főszereplővé lépjen elő. Én nekem valami hatodik érzék azt súgja, hogy nagyon fontos, amiről Ágostonék beszéltek valóban, hogy ki tud ilyenkor, amikor a két húzó embernek nem megy annyira előrelépni. Én azt gondolom, hogy sem Boya, sem Zozo nem így fogja lehozni ezt a meccset. Hát az biztos, hogy a téthelyzeteknél azért Boya és Zozo az, aki a legtöbbet ilyen magára vállalja, és ők ezt nagyon élvezik, és jól is oldják meg. Mellette valóban, aki úgymond kulcs szereplő tud lenni, hogy ő nekik még ad egy olyan támogatást. Mezőny poszton én ebben egy kicsit tehetségesebbnek érzem az Albát. Ugye ott Pongó és Somogyiban is még benne van ez, hogy pár perc alatt tényleg tudnak olyan extrákat csinálni ők is. Érdekes lesz, hogy most milyen változást fogunk észrevenni. Igen, meg az is érdekes, miközben Dekózi is egyre jobban játszik, hogy Ágostonék is említették a szünetben ezt a 13-1-es Falkó tripla mutatót, hogy anélkül tud-e egy szoros végjátékba belemenni a Falkó, hogy ugyanilyen rosszul dobja a triplákat. Jaj! Pernek a lábára pattant a labda, ami pont Dekózi tarcon találta. Szerencsétlen helyzet volt. Igen. Nagyon belenézett, az biztos. Nem is volt ideje elhúzni a fejét konkrétan. Az egy ilyen kiütés volt gyakorlatilag. Itt belerúg, és bum! Igen. És azért egy kosárlabda az nagyobbat üt, mint egy futballlabda, de ezt azért szögezzük le. A kosárlabdának komoly súlya van.
Úgy néz ki, jól van Dekózi, szóval megúszta komolyan probléma nélkül. Igen, csak közben ugye kaptak egy triplát belőle. Hát igen, ez a csapat szemszögéből nem pozitív, mert örül, hogy szerintem jól van. Form. Az biztos, hogy egyébként a Falkónak a védekezésen biztosan szigorítania kell még ennél is jobban, mert azért csak több mint 40 pontot kaptak megint, és hát csak 38-at dobtak. Még egyszer 38-al nem biztos, hogy meg lehet fordítani a meccset. Dobott hát ponttal. A második fél időben akkor ott nagyon jó védekezés kell, hogy ugye 76 ponttal valaki mérkőzést tudja nyerni ebben a döntőben. Főleg egy olyan elbe ellen, aki bármelyik mérkőzésen képes 90-100 pontot dobni. Így van, mint hogy az alapszakaszban gyakorlatilag 89 pontos átlaga volt az Albának, és a messze a legtöbb pontot dobták az összes csapat közül. Tehát úgy is összefoglaltam, a legjobban támadó és a legjobban védekező csapat játszik a döntőben amúgy. Ford, és ebben semmi túlzás nincsen. Vojvoda nagyon nehezen kap egyáltalán labdát. Visszahúzza Tájbi, ez sportszerűtlen bizony. Elvesztette a fejét Tájbi ebben az esetben most. Semmi nem indokolja, hogy így kelljen valakit lefaltolni. Azonnal még csak videózni sem kell, ez elsőre is látnivaló volt, hogy ez nagyon sportszerűtlen megmozdulás volt Matthew Tybee-tól. Két kézzel megfogta igazából, mindenféle mozgását akadályozta. Úgy is mondhatnám, hogy ez nem kosárlabda pályára való mozdulat, és szerencsére nem is szoktak ezzel élni nagyon sűrűn a játékosok. Ennél jobban tisztelik egymást. Vojvoda ezzel 6 pontos. Egy per 2 ponton áll. De Keller is csak 4-et dobott eddig például a Falkóban. Bongo. Eladja a labdát. Visszafelé passzolni, mindig életveszély. És Vojvoda nem is akarja bántani per. Nem kockáztatta meg ő is, hogy a harmadik faltját ilyen korán beüsse. Zozónak pedig ugye ez az egyik legnagyobb erőssége a szerzett labda utáni gyors indítás kosár. Ezeken tud igazából ritmust fogni. Dion elcsúszik. Akkor a rösssel akart megindulni, hogy elcsúszott. Jön Pongo. A hármasa lejön. Bot. Kicsit közelebb tud jönni megint a Falkó, ha és amennyiben kosarat dobnak. Kaoels, aki eddig háromból semmit nem dobott be. A negyedik tripla kísérlete megvan. És ugye egy triplát dobott a Falkó az első fél időben, már most kettőt. Ilyen szempontból az Alba védekezése egy kicsit érthetetlen, már több ilyen alsóbb szituáció volt, mikor hogy mindenki próbál segíteni, de nem tudja igazából senki, hogy most mennek csapdázni, nem? És az első fél időben is volt ebből a Falkó a könnyű dobása, és most ez is annak mondható viszonylag, ez semmiképp. Dobni kellett, mert amúgy lejárt volna a támadóidő, de rossz volt a kísérlet. Perl egyébként mekkorát védekezett most Vojvodán, ezt emeljük ki. Az első fél időben is belehajtolta egy ilyen dobásba Vojvodát, mondjuk akkor lejárt ugye a támadóidő. Tájbi. És ezek szerint Ford szabálytalan volt. Zubiaga mutatja, hogy nézzék már meg videón, hogy egyáltalán hozzáérte Ford a dobójátékos kezéhez. Mert így akkor három büntető. Nem. Egyáltalán nem. Jól láttam, ugye? Igen. Szóval innen ebből a szögből úgy nézett ki, hogy nem érte el. A labdát fönn biztos. Akkor kapott ajándékba három büntetőt a Falkó. Amivel az első kimarad. Szokták mondani, sok esetben a labda nem hazudik. De azért itt még van két lehetőség, ami már így is extra ezen a mérkőzés, hogy valaki kap így két pontot. Igen, de hogy érdekes volt. Persze mi látunk lassítást a játékvezető, nem, viszont a játékvezető közelebb van, hogy itt nem millimétereken múlt a dolog, hanem itt azért jó néhány centi volt a két elsuhanó kéz között, és nagyon nem volt falt. Na mindegy. Tájbi a háromból kettőt bedobott, és akkor ezzel vezet a Falkó.
Ez azt jelenti, hogy egy 10-4-es sorozattal kezdi a második félidőt a szombathelyi együttes. De Kózi megint túlvezeti a labdát, Perl remekül védekezik, Calvez rávetődik, tartott labda, és a Falco jöhet. Most jött meg talán a meccsbe az a kemény védekezés, ami a Falcóra jellemző volt eddig. Igen, és láthatóan ezzel az Alba most nem is találja az ellenszert, ezért érkezik ez a korai időkérés. Ugye az első félidőben mindenkinek volt még egy-egy ideje a félidő végéhez közeledve, most viszont korábban bele kell nyúlni a mérkőzésbe. First of all, again, calm down. Okay. More than two dribblings, too much. Pass the ball, guys, pass the ball. Because they are using hats, they are pushing you, and they are not calling, and they are collapsing. And we are not moving the ball. Next offense, we will play five up, or three side. You can choose. But move the ball in defense, three down the next defense, okay? They expect right now three down. Remember the movement that they are doing. This guy is coming like this, and they will put a pick and roll here, okay? Rebound, let's go! Ilyen védekezéssel szemben a labdavezetésből egyezni, akkor az lesz, amit láttunk. Igen, igen, és ugye minél nagyobb a nyomás, annál nagyobb területek nyílnak meg mögötte, és ezért is kéri, hogy passzolják a labdát és találják meg azokat az üres helyzeteket, amit ad nekik egy agresszívabb védekezés. A Falco az első fél időben összesen 1 perc 44 másodpercig vezetett. Most átvették a vezetést, és hogyha az Alba erre nem tud jól reagálni, akkor az megint ebből a szempontból egy érdekes változás lesz a meccsen, hogy a Falco hazai pályán elkezdheti építgetni az előnyét. Igen, én azért pozitív vagyok, mert eddig az időkérésekre jól reagáltak a csapatok, és utána mindenki tudott változtatni a játékán. Megint a zóna az Albánál, jön pot közelebb, és be is dobja. Most ez a zóna nem volt olyan agresszív, mint Fehérváron, ez egy kicsit ilyen puhább volt most. Négyel még soha nem vezetett a meccsen a Falco. Most igen. Fillmore. Odaüt neki pot hátulról, labdákkal állt. Keller kipasszolja, Perl beleáll a triplába, és nincs katarzis, nem megy be. Sőt, utána pot még szabálytalankodik, pedig azért ez az 53-46, az már egy tekintélyes előny lehetett volna ezen a meccsen. Igen, jól vette észre Ákos Zoli, de itt közben ő is kicsit ideges magára, mert mismatch szituációban volt lenni, és ő is befejezhette volna, hiszen Vojvoda nem akart faltolni, hogy ne legyen meg neki a harmadik. Fillmore vissza Kongónak, Vojvoda inaktív egyelőre, nincs benne a játékban. És itt megjegyezve azt is, hogy ugye bár Per Zolinak még csak 4 pontja van, viszont több olyan nagyon jó védekezést láttunk tőle, amivel ugyanolyan nagy plusz tud adni a csapatának, mint esetlegesen a pontszerzése. Így van, és ugye Zoli is olyan játékos, nem megy neki támadásban annyira, akkor olyat tesz, olyan extrát tesz bele a védekezésbe, hogy hihetetlen. Közben Fillmore megcsinálta a dobócselt, egy ember elszállt, ott azonban faltolt. És neki a harmadik hibája. Márpedig ott egy nagyon fontos láncszem, így, hogy Brown ugye kiesett a rotációból a Falcónál az elődöntőben elszenvedett sérülés miatt. És jól is játszik. Igen. Nyolc pontos De Cozy, Fillmore és Kongó mögött a harmadik legeredményesebb albás. Fillmore-nak 11, Kongónak 9, és most már De Cozy-nak is 9 van, Vojvodának 6. Ugye a Falcóban 2 játékos van, aki már több mint 10-et dobott, Pott konkrétan 17-et, Tájbi 11-et. Pott. És Ford negyedik hibája lesz így. Igen. Egy újabb veszteség a... Igen, és jön is azonnal Szabó Zsolt. Ugye Ford magas 4-es-5-ös poszton, és Fillmore 4-es-5-ös poszton is most azért fal problémás.
Perl. Meg tovább ez a... Azért az is zóna. Nagy erőssége az Albának, hogy tényleg a Szabó Zsolt is úgy tud bejönni a padról, hogy benne is benne van bármikor, hogy elkapja úgy, és egy-két extra tripla, egy-két jó védekezés, amivel plusz energiát tud hozni. Szabó ki tudja passzolni, Pongó tisztán, jó ritmusban be is dobja. Pongó jól dobja ezeket a triplákat, nagyon. Szép játék volt, és azért center játékostól oda-vissza, hátrafele passzolni, az azért nem egy megszokott. És visszaveszi az Alba a vezetést, ugye 50-46-os Falkó előnyről lett 50-51. Ismét jól reagáltak a csapatok az időkérésre. Igen, mennyivel másabb ez a meccs, mint az eddigi kettő. Vojvoda fejezi be. Jön Barács, majd azonnal szól neki Konakov, hogy jöjjön. 50-53, akkor ez egy 7-0-ás Alba sorozat volt most. Igen, Konakov most nem reagált erre, eddig az első fél időt rendje az volt, hogy ilyen nagyobb kilengéseknél egyből reagáltak egymásra. Közben két dobás majd Kovácsnak, és akkor jön Barács Tájbi helyett. Szabó Zsolt pedig beütötte az első személyi hibáját. Csapat szinten 4 van a Falkónak, 3 az Albának. Kovácsnak volt egy remek triplája a második félidő elején. Most egy büntető. Egyébként neki is csak ugye az a 3 pontja volt eddig, az a tripla, amit innen 45 fokból bedobott. Igen, az első félidő elemeztük is, hogy nem nagyon érkezett meg eddig a mérkőzésbe, pedig nagy szükség lenne rá. Keller támadó lepattanója után. Jöhet megint. Hopp, Keller elcsúszott. Ő Vojvoda elől, azt ő be tudja fejezni. Pedig nem kapott jó labdát. És akkor most jön az időkérés. Eladott labda rohanás. És egyből változik a mérkőzésnek a képe. Ugye most kapásból 4 pont gyors indításból. Igen. Ezt már kontrollálnia kell Milos Konakovnak is. Igen, hogyha bővítem, akkor 9-1-re nyerte az Alba az előző egy percet, vagy másfelet. 50-46-os Falkó előny volt. Don't lose your head. Defense on the same level. Never mind. Continue. Come in the contact. And when we come in these last seconds, but stay one on one. No necessary help. Again, 3-point shot. Hey! If they are in man to man, 5 rotten. If they are in zone, jersey. But listen, Ray, come. Receive. Zozo, travel. Pass. And Barac come in short row. Okay? Hey, run back, run back. Watch out, house, it's big short row. And target attack. Ez a csatálán mennyire befolyásoló, hogy a pszichikai hadviselés, hogy ugye már egy időkérés nélkül mondani, ha ember van, ha ez a zóna, ha az a zóna, és ugye ezáltal is lehet veszni folyamatosan a fókusz, pedig ugye Milos Konakov pont azt kérte, hogy ne veszítsék el a fejüket. Igen. És box plusz 1. Kovács. És most már visszaállnak emberre. Jó a védekezés, Fillmore pedig össze tudja szedni a labdát Barács mellett. Vojvoda megint elől. Ez nem volt olyan kecsegtető helyzet. Inkább fölállnak. Pont beszéltük is, és utána el is néztem a statisztikát. 4, illetve 5 pont született gyorsindításból mindössze az első félidőben. Ó, tért. Ahogy láttam, kicsit megcsúszott és megtapadt utána, ez talán nem túl jó előjel. Nézzük. Igen, ott megbicsaklott az a jobb térd. Bocsánat, a bal. De a jobb se volt szép. Reméljük, hogy nincsen nagyobb baj a potnak. Minden esetre lebiceg a pályáról, hogy Tanai Zoltán barátom vegye majd kezelésbe. Be is mennek az öltözőbe, gyanítom. Nem nézett ki túl jól. Nem nézett ki jól, igen.
Bauer doktorral együtt mennek be akkor az öltözőbe. Nem nézett ki jól, igen. De a legeredményesebb játékos a Stefan Pott most a Falcon a 17 ponttal, és most őt kell nélkülözni. Ki Brown mellett, aki már egy térsérülés miatt kiszállt ebből a csatából, és hát a rájátszás nagyobbik részéről. Pongó kapott oda, jó a kosár. Most rosszul használta az Alba csapatfaltokat, ugye két olyan faltot is ütöttek, ami után egyből ugye büntető következett, plusz ez még egy gólyó plusz egy szituáció, és ugye az előbb is a Falcon büntető dobhatott. Pongó ezt most nagyon rosszul mérte föl, mert ilyenkor tanítják, fiam, ha odaütsz, akkor üssé olyat, hogy ne tudja befejezni. A gólyó plusz egy, meg egyik edzésen ürül. És ezzel gyakorlatilag megint egál lett a meccs, 55-54 az Albának. Ismét jót tett az időkérés a mérkőzésnek. Igen. Falt Baracsnál az volt, hiába reklamálnak. Ez könnyű falt. Igen. Ez könnyű, két büntető. És a Falco ebben a negyedben már ütött egy-két ilyet, ugye, ha visszaemlékszünk, Tybee-nak is ott volt az a sportszűtlenye, ami... És ez egy egál mérkőzésen azért befolyásoló lehet a végjátékban. Somogyi érkezik a pályára Dekózi helyett, így most ez egy alacsonyabb szerkezet. Szabó pedig dobhat. Megvan az első pontja Szabó Szöszinek. Amire ráteszi a másodikat is. Továbbra is vezet az Alba, azt a picit most nem tudja megint meglépni a Szombathely, amit a fél idő elején, hogy átvegyék a vezetést, pedig 50-46 még nekik volt. Perl. Kowalsz kiér Vojvoda, Kowalsz besasszézik, és be is dobja. Szép. A zónában is ugyanolyan fontos, hogy az enyéni védő felelősség az megmarad, szóval ilyen könnyű betöréseket azt a zónában se lehet elbújtatni. Ja, nem az első volt. Szabó kipasszolja. Fillmore. Ez most nincs bent. Fillmore eddig jól dobott kifejezetten kintről is. De nagyon szép játék volt egyébként. Igen, és tényleg szöszi, ahogy ezek a leválások után még tud passzolni. Szinte hátvéd később. Csak Kowalsz közben emberről dob egy újabb triplát, amivel most átveszi a vezetést a Falco. Lehet, csak kicsit piszkálni kellett. Igen. Felébredjen, vagy ő is átérezte, hogy pot kiesésével még nagyobb Kovács is szabálytalan. Lehet újra dobni. Az Albának még mindig nincs meg az ötödik faltja egyébként. 2.33 van hátra a harmadik negyedből. Teljesen más karakterisztikájú mérkőzés, mint az eddigi kettő. Somogyi! Amúgy sem a szombathelyi szurkolók szíve csücske, hogy itt hagyta a csapatot. A második nincs bent. Egy pont a Falco előnye, 2,5 perc a harmadik negyedből hátralévő idő. Barács dobhat kettőt. Ez is majdnem gólyó falt volt. Igen, most egy kicsit áthelyeződött itt a súlypont arra, hogy falt-falt mennek a büntetők. És megint belassult egy kicsit a mérkőzésnek a ritmusa. Viszont ugye most már ezzel megvan az Albának is az ötödik hibája. Barács. Az már jó. Ezzel Boris Barács szintén eléri a tizet. Vojvoda. Rekózi nagyon messze még a gyűrűtől, 7 másodperc. Szabó, ezt neki kell befejezni.
pedig most türelmesen játszottam minden váltás ellen az Alba, amit kért tőlük az edzőjük. Kalvesz megint beleáll, ez most nincs bent. A Vojvoda kezében a labda, Somogyi elől. És nem dobja, de érkezik Vojvoda. Vojvoda 12 pontos ezzel. És ebben a negyedben ismét egy kicsit több gyorsindításos kosara van az Albának, amit ők ugye szeretnek. A mérkőzés elején volt nekik egy-két lehetőségük. Dobhat Perl kettőt, ugye Zoli még mindig csak 4 pontnál tart. Ugye a másik oldalon a Vojvoda már 12-nél. De még van egy negyed, sőt még ebből is másfél perc, úgyhogy Perl is bőven 10 fölé juthat. Most igazából mind a két csapatnál egy kicsit azt érzem, nem tudom, a legtöbb falt most a triplán túl, vagy azon olyan területeken születtek, amikből még nincs konkrét olyan veszély, hogy valaki egyből kosarat tudjon szerezni. Ez nem tudom, lehet, hogy itt a tétnek betudható, de eddig ezeket a faltokat messze jobban használták a csapatok. Annyi mindenre kell figyelni, hogy erre már nem tudnak figyelni. Mindegy, de jó meccset hoztak ide nekik, szóval ezt meg... Igen, itt nincsenek akkora kilengések, nincs olyan amplitúdó ezen a meccsen, hogy valamelyik elmegy 20-22 ponttal. Itt maximum 6 pont volt a különbség. Somogyi. Vojvoda áll bele a triplába, ez nincs bent. És Somogyi egyébként borzasztó keményen védekezett Cowles. Perl, Barács, belép Kovács, nem nagyon tudta ott föltenni, és De Cosiról megy ki, marad a labda. Nem tudom, hogy gyűrűt érte a labda, mert hogyha nem ér gyűrűt, akkor viszont nem tudom, hogy miért jár most új 14. De senki nem reklamál, szóval valószínűleg láttam rosszul. Nem ért labdát, vagy nem ért gyűrűt a labda. Jogos, amit mondasz. Keller, hát mögötti passz, Barács, szép játék. De nem ezen múlott a támadás befejezése, mert gyorsan megoldotta a falba. Nagyon szép játék volt. Vojvoda. Fillmore-ral az összjáték. Fönt akar passzolni, Vojvoda visszaszerzi, Szabó. De Cosi tisztán. És nem megy be, de Fillmore leszedi, viszont lökött. Neki a negyedik. Igen. Nagy energiával védekezett a Falkó, és még így is megvolt az üres helyzet. Négy pont volt a legnagyobb előnye, ha jól figyeltem, a Falkónak eddig a meccsen, 50-46-nál. Ilyenkor nem mindegy, hogy például ez a tripla mondjuk bemegy, az 64-63, és még utána van 10 másodpercet támadni arra, hogy egál vagy egy pont legyen, vagy egy kicsit jobban kinyílik negyed végére így az olló. Ákos nagyon hasznosan játszik egész mérkőzésen. Igen, és ugye 27 pontot dobott már a Falkó ebben a negyedben, messze a legtöbbet az egész meccsen eddig negyedenkénti bontásban. Az Alba meg nagyon keveset. Ugye megérkeztek a tripláik is, amikkel hadilában álltak az első fél időben. Igen, az Alba 18 pontnál tart ebben a negyedben. Pongó, hát a Keller nem fogja tudni átdobni. Diong, honnan tette azt vissza. Nagy meló volt az ott. Nagy meló volt, és nagyon nem mindegy az Alba szempontjából, hogy tudtak-e még 2 pontot szerezni, vagy nem. Cowles, ő azt még el fogja dobni, de nem megy be. Szóval nagyon nem mindegy, hogy 65-62-ről, tehát mindössze 3 pontnyi különbségről folytatódik majd a játék. 27-20-ra nyerte a Falkó ezt a negyedet. Hát az érve között lehet, hogy az is tényleg, hogy voltak, és ugye az Albának volt a triplája a Falkónak, és az Albának ez a 20 pontból is, ugye azért 6-8 pont gyorsindításból volt, szóval a belát védelem ellen nem működött olyan jól a játékuk, mint például az első negyedben. Ez
ahogy láttam, Konakó mester odament Zozóhoz és Kávelszhez. Mondom, valami plusz energiát adott nekik, mert lehet, hogy kapott valami olyan hírt, hogy esetleg pont nem tud visszatérni. Lehet. És akkor még nagyobb szükség van, hogy ők bírják ezt a hatalmas terhelést. A statisztikát nézem, hogy 19-19 bedobott kettes, 4-4 bedobott hármas. Nagyon-nagyon együtt vannak. Igen, úgyhogy még a még a lepattanók is majdnem ugyanott vannak, a golf az eladott labdával most az Albának egy kicsit több. Itt a de végül is az is ugyanúgy nőtt, mint az elején. Hárommal többet tudott büntetőből szerezni eddig a Falkó. Hát annyival vezetnek azzal a három büntetővel, amit többet dobtak. Mert a kettes-hármas az teljesen ugyanaz. Nagyon kiélezett mérkőzés. Tényleg ezek fognak apró kis nüanszok dönteni, hogy ki meddig tud kontrollálni és sigat maradni. És ugye nem véletlenül kéri mind a két edző ezt. És látszik, hogy mindkét csapat maximális fókuszban van, hiszen az időkérésekre jól reagálnak, tudnak újítani. De nagyon jó mérkőzés. Jön tehát az utolsó felvonás, az utolsó 10 perc, amit a Falkó kezdhet. Mind a két csapatban 3-3 magyar játékos a pályán. Ez is nagyon fontos, ezt is jegyezzük meg. Perl hozza közelebb, Vojvoda ráesik. És egy ilyen teljesen buta falta szedi össze a harmadik személy hibáját Vojvoda. Vojvoda ezzel is tud játszani, szóval ő ezt fogja maximálisan kontrollálni, mert érezte ő is, mikor felugrott a levegőbe, hogy itt most elvesztette a kontrollt. Kovács. Lépés. Ez azt hiszem, hogy a támadó, igen. De kicsit topogott. Stefan továbbra se látom a kispadon. Nem jött ki az öltözőből. És könnyen lehet, hogy már nem is fog. Pongó. Az szép. És akkor be tudod kígyózni ott, igen, a védők között. És addig várt, addig ütögette a labdát, amíg nem jött meg ez a lehetőség. Nagyon hidegvérű volt Pongó, gyönyörű megoldást választott. Tovább a zónája az Albának. Keller ezt dobni fogja, de nem megy be. Pongói a lepattanó, Vojvoda megindul a bal szélen, de aztán látja, hogy ebből nem lesz gyors indítás. Pongó. Kávősz kétszer is extrán törte az árás. Nincs dobóhelyzet. Vissza Vojvoda. Perl elképesztő védekezés. Vojvoda eldobja, de ez megint egy olyan helyzet volt, amikor az lett volna a csoda, ha bemegy. Igen, nagyon érdekes csata a kettőjük, és megint Pertolit is dicsérni kell, mert tényleg nem adott levegőt Vojvodának. És most ő áll bele a triplába, ami bemegy. Ehhez képest ez egy egyszerű fönti blokk, egy leütés, dobás. Hát igen, szóval ez az, hogy védekezésben is tud adni valakit, támadásban is tud adni. Ez tényleg a klasszis. És Perl is most már 9 pontnál tart. Pongó futtábor, mekkora tripla! Ez is elég extra dobás Pongó volt. Pongó ma nagyon jól játszik, 15 pontnál tart, a lehető legjobbkor, az Alba szempontjából a lehető legjobbkor dobálja ezeket a hármasokat. És jó azt látni tényleg, hogy magyar válogatott játékosok bizony ekkora szereppel bírnak egy magyar bajnoki döntőben. Így van, ezt nem győzzük elégszer aláhúzni és hangsúlyozni. Vojvoda! Vojvoda, most Perl lemaradt róla. És ő kapja a személyi hibát. Az első volt egyébként Perlnek, pedig még ez a elejük. Ez meg a tripla. Milyen itt most ugye Pongó Marci és Perl Zoltán vette hátára a csapatát. Igen. Ezért mondtam én, hogy akár Vojvoda, akár Perl esetében azt se zárjuk ki, hogy az utolsó negyedben főszereplők lehetnek.
De amit meg említettünk még mellette, hogy ugye a Falkó részéről ez egyedül Per Zoli. Ugye most még Pott is kiesett mellőle. Az Albánál pedig ugye Vojvoda mellett ott van Pongó is, aki igen, bármikor tud extrát adni a keretnek. A második jó, és ezzel 68-68. A négy pontos Falkó előnyt dolgozta le megint az Alba. És továbbra is megy a zóna. A szép belépés Kellertől Lézicszer. Ennyi. Nagyon szép játék volt. Ilyen egyszerű játék ez. Igen, igen. Keller 7 pontnál tart. Úgyhogy megint a Falkó vezet. Ford, aki visszajött a pályára. Parancs megállítja Fordot. Az igen. Hűha. Pongó megint. 18 pontos. Ez sem volt sokkal egyszerűbb, mint a korábbi. Óriásit játszik Pongó. Ford pedig ugye négy falttal van a pályán, ne felejtsük. Csak triplára jön a tripla. Ugye a Falkó most sokkal több mozgással, mélység befutásokkal is játszik zóna ellen. És ugye erre rosszul reagálnak, mindig eltolódnak. Ebből vannak az üres dobások, előbb Keller dobása, most pedig Kálösze is. Vojvoda. Nagyon messze még a gyűrűtől. Magasan védekezik a Falkó. Pongó betörése. És... támadó. Úgy tűnik. Pongó Marcia, látom, megőrcsöl. Berlis odaállt, testképségét nem is kímélve, pedig ugye Zozo pont egy ilyen ütközés miatt van hátsérülése. Visszajön Fillmore és Somogyi a vendégekhez. Pongó Marcit le kell cserélni, begörcsölt a lába. Micsoda extra triplákat dobott most Pongó. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a döntő eddigi három meccsén most nyújtotta a legjobb teljesítményét Pongó. Függetlenül attól, hogy az előző mérkőzésen a győztes kosár az övé volt. Így van, így van. De összességében ez ma nagyon extra, amit játszik. Az a kosár az extra volt abban a helyzetben. Igen, megmaradt akkor, rajta maradt ezen. Igen. 6 perc maradt hátra a döntő. Harmadik meccséből 2 ponttal vezet a Falkó. Taibi. Szép. Lelemaradoznak az albások ott. Igen, igen, a Falkó erre tudatosan készült. Most már lehet látni, hogy ilyen rövid leválás, rövid sorok opcióban benne vannak. És azokra nehezen reagál a védekezés, folyamatosan elcsúsznak. Igen, Taibi is 13 pontnál tart már. Somogyi. Jön Vojvoda. Ismét nagyon sokat vált védekezésben a Falkó. Quincy Ford ezt befejezte. Flop volt? Technikait adnak még a védőjátékosnak? 24. Igen, Barácsnak. Azért, hogy eljátszotta a belemenést, ezért még ad egy technikait. Viszont neki volt egy sportszintenye is. Aha. Mert akkor az úgy kiállítás. Ez érdekes, minden esetre Barács lemegy. Na, a Vojvoda dob, az biztos. Igen, Barács csak el kell hagyni, ugye, akkor a játékteret. Igen, de leültetik a kispadra. Te láttad, hogy kiállították? Igen, igen, így mutatta a játékvezető, és most ugye a földházi játékvezető. Jó, mert nem ment le Barács. Így aztán Pott mellett Barács is kiszáll a játékból. Ötvenöt, 74.
Taibi. Nincs bent. Mekkora ütközés. Egymásnak ugrott a két játékos a levegőben. Mint és akkor Fillmore is kiszáll. Igen, Fillmore is kipontozódik ezzel. Mérkőzés végére lehet, hogy így a rotációval nem olyan kell foglalkoznám, aki még falt vagy sérülés próbája nélkül megúszta. Nagyot esett mind a két játékos. Igen, szabad labdáért mentek, összeütköztek a levegőbe. Szerencsére nem lett senkinek semmi problémája belőle. Öt-15 van hátra a meccsből, egyetlen egy ponttal vezet a Falkó. Közben Konakov magyaráz még valamit. Azért jött ki az egyik játékvezető ide mellé, vagy hozzá. Érdekes, hogy például Konakovnál ugye a kispadon, akik most ott ülnek, ők a másik félre pályára se léptek. Igen. Szóval, itt hogyha bele kell nyúlni ebbe a csapatba, és azért még sok idő van hátra, akkor kihez tud nyúlni? Falt. Valószínűleg Taibi lesz. Sem Taibinak, sem Kellernek nincsenek falt problémái, mert egy-egy van náluk. És ezekből a harcokból is lehet látni, hogy minden labdának mekkora jelentősége van. Keller kapta végül a faltot. Egy labdás meccsnek néz ki. Még a hosszabbítás is simán benne van. De jó, mert tudjuk, hogy sokáig lehet nézni az ilyet. Igen. Somogyi. Nem viszi végig a betörést. Újra próbálkozik. Somogyi nincs bent, és a lepattanó Taibié. A lehető legfontosabb periódusa jön a mérkőzésnek, ahol minden egyes kosárnak és minden egyes hibának óriási jelentősége van. Kovács. 3 másodperc messziről kell dobnia. De Kóziról megy ki a labda. Ezt most kicsit túljátszotta a Falkó, viszont dicsérni kell Kovács Benedeket, aki elment a támadó lepattanóért, és ezáltal nem tudta De Kózi komfortosan leszedni, ennek köszönhetően kaptak egy újabb támadást. Konakov kér időt. Nézi az itinert. Melyik figurát kéne hívni? Hey, defense, we are in yellow. We stay aggressive and stay on box out, not rush. Hey, we are in form, also. Fillmore, four. They get 4 fouls. If we play with them also, they will not be tough. Attack them. Hey! Matt! Haki! Matt! Arango, opposite side of the boat. Haki, jump and block this guy. Bene, jump out Zozo. In the middle of the paint. Okay, here is Bene like a safety if nothing happened, okay? Haki need to block this last guy. And Zozo need to run in the middle of the paint. If they stay in the zone, if they stay man to man, play regular fine. Let's go. Aimo. Hey, Aimo, defense after this. We are in bonus. Hey. Itt van Stefan Pott, visszajött, de ezzel ma már nem fog pályára lépni. Szerintem falkósok boldogok lehetnek, hogyha ezzel pénteken pályára tud lépni, mert ez nem néz ki egyébként. Igen. Kovács 14 másodpercre állt megint a támadóra. Egy zóna elleni bedobásra készült a Falkó, de végül nagyon szép játék. Megint nagyon egyedül maradt ott a festék, gyakorlatilag csak Keller volt bent. 9 pontnál tart, 3 a Falkó előnye. Vojvoda. Szokásos játék Vojvodára.
szinte a második fél időt Fehérváron végig ezzel a játékkal játszották végig. Fillmore próbálja beforgatni Per, aki oda üt. Ez két dobás lesz így. Igen, megvan az ötödik hibája a Falkónak. Úgyhogy Fillmore dobhat kettőt. Fillmore az elején bekezdett most itt a második fél időben. A Falk problémák szerintem ő neki megtörték a ritmusát. Ki is hagyja ezt a büntetőt most. Pedig itt most már, hogy közeledünk a végjátékhoz, minden egyes apró pontnak óriási jelentősége lehet. Mind a kettő kimarad, de Ford leszedi a támadót. Egyelőre nekem Ford is halovány. Igen. Most megint Fillmore, ezúttal Kovács van mögötte. Bedobja! Egy utolsó másodperces dudaszós dupla. 13 pontos. Megint egy a különbség. Bell. Keller elzárásán. Ő is dobhat kettőt, és Fillmore akkor kipontozódik. Ötödik személyi hibája. Ez még mindig csak a negyedik egyébként az Albának. De miután dobás közben volt, jöhet a két büntető. Ugye erre szokták mondani, hogy amíg lehet mezőnyfaltot használni, 16-ot egy mérkőzésen, azt minél több, minél jobb elhasználni, úgyhogy az ellenfél lehetőleg ne dobjon büntetőt belőle. A második félben nem nagyon jött össze a csapatoknak. Nem jellemző Perlre, hogy büntetőt hibázna. Ha bedobja a másodikat, akkor kereken 10 pontos lesz ő is. És ő lesz az ötödik szombathelyi, aki a két számjegyű összeget eléri. Azért a csapat szinten az mindig sokat mutat. Az Albában 3 ilyen van. Jól osztanak el a pontok. Mi a Falkónál. 10 pontos tehát Per. Somogyi, 3 perc van hátra a bajnoki döntő harmadik mérkőzéséből. Szabó. Jön Somogyi. Nem tud elmenni Kallesz mellett, de Keller nem fogja tudni átdobni. 5 másodperc még. Somogyi nincs bent. És a lepattanó a szombathelyeké, Per gyorsít rá Vojvodára, aki nem akarja bántani. Egy olyan az időkérés. Ugye most megint kicsit statikus az Alba játéka a váltás, ugye ezzel jól megtalálták az alsó posztot. Most ugye közben kiszállt Fillmore, és mezőnyből próbálkoztak, de nem ment náluk úgy a labda, mint ahogy azt korábban kérte Gubi Jaga. Szabónak van valami problémája, elsősorban Zubiágának mondta az elején, aztán a többiek elrángatták onnan. Ja, hogy itt ki lehet venni, az volt igazából, hogy nem ment be alsó bosszra, amikor Miszöcsbe volt, így előtte pont abból szereztek kosarat. Zubiága gyorsan le is kapta a pályáról. 2 perc, 43 másodperc maradt. Zubiaga nagyvonalú volt, úgy tett, mint aki ezt nem veszi észre most. Nem biztos, hogy ez a megfelelő, hogy ilyenkor ez rendezvény, hogy vesz 3 meccsig. Ez így van. És a 3 nap, most 2 nap a következő felkészülése. Egyértelmű nyomás az Albán, hiszen 4 pont a hátrányuk. Mert ugye Somogyi is lejött.
kényszerítő lett volna. Igen, 7 másodpercről így 14-re ugrik a támadóra, hogy láb lett, vagy láb volt. 2-26, de talán nem túlzás, azt mondom, hogy azért ebből a támadásból kellene az Albának valamilyen kosár. Igen, de ahogy fogy az idő is, ugye most 2 labda birtoklásra vannak a Falkótól, nekik ezt faragni kell, de minimum az, hogy ez nem üljön. Ford. Megkapja Ford. De Kózi, Kovács mellett, időben eldobta, de nincs kosár, és a lepattanó Perlé. És 2 perc marad. Ha a Falko ebből a támadásból kosarat dob, akkor azért nagy lépést tesz a végső győzelem felé. Tájbi. Keller fogja a pozíciót. Tájbi. Lejár a támadóidő, jól védekezik az Alba, nincs Falkó kosár. Ez nagyon kellett nekik ez a védekezés, hogy ne legyen a Falkó pontja. Így meccsben tudtak maradni. Igen, csak hát kellene a pont. Másfél perccel a vége előtt. 4 pont az előnye a Falkónak, Dion. Falt Kellernél. Diong dobhat 2-t. Emlékezhetünk rá, hogy már 2-ből 2-t bedobott egyébként, csak akkor nem volt ekkora nyomás rajta. Mert most van. Ez egy gyakran kísérlet volt. Vagy lehet, hogy rádobott, hogy ne legyen hosszabbítás, mert páratlan a különbség, ugye szokták így fogalmazni, hogy a... De nem gondolnám, hogy most... Nem. A második az már maga biztos volt. Perl. Marad a 80-76. Perl közelebb jön, bedobja. És innentől kezdve a végjáték a Falkó kezében. 82-77, most javították. Ja, bocsánat, igen, 82-77, rossz volt az előbb kint a táblán. Per 14 pontos, Vojvoda. Visszalép egy hármasra, rövid, és a lepattanó Kelleré. Innentől kezdve 5 pont előnye van a szombathelyieknek. Na nézzük, hogyan játsszák le a végét. Kovesz. Innen már az lenne a csoda, ha nem nyerné meg a meccset a Szombathelyi Egyesület. Ez Vojvodáról megy ki, marad náluk a labda 33 másodperccel a vége előtt. Nagyot küzdött ezért a lepattanó Irkeller. És rutinosan hosszan támadott a Falkó. Zubiega kikéri a harmadik idejét. One stop, I do one stop. Now man to man, okay? You are defending. You are defending the ball, the guy that is passing the ball. You. And disturb a little bit, okay? Switch off the screen. Switch off the screen. If we take the ball, I don't have time out. If they score, try to play fifth. Try to play fifth, okay? And stop the time with ball, okay? See? If not, if they not score, man to man. They defend the ball handed, they defend their pass and switch all of the things, okay? But be aggressive every switch. Hey, believe that! Yeah, hey, 50 seconds, right, let's go! Ugye most az lesz a trükk, hogy Zion fogja a bedobó játékost, aki ugye elég nagy teret ott le tud fedni, és mindenki más váltani fog. Közben megbeszélték, hogy amennyiben megvan a labda, mit kell támadni. Minden esetre ez az 5 pont, és az a tény, hogy a szombathelyiek jöhetnek egy bedobással, azért nyilván azt sejteti, hogy itt most már nekik
nagyon közel a győzelem. Ezt innen művészet lenne elszúrni, így is mondhatnám. Hát igen, főleg, hogy a labdabirtoklás is náluk van. Így van. Kovács. Ahhoz képest, hogy minden váltás volt, nagyon könnyű volt azért a bedobott labdának az átvétele. Igen. Per tovább. Keller. Maradt 18 másodperc, de 5 pont különbségnél nézzük. Pongó. Kész. Ennyi. 3 dobás. Nem. Pongóra fújnak faltot. És mutatják a szombathelyek, lehet, hogy meg kéne nézni ezt, videózni ezt a faltot, hogy nem volt ez sportszerűtlen. A meccs eldőlt szerintem, hát megnézik. Főleg, hogyha sportszerűtlen, akkor plusz labda birtoklás van. De megint ki lehet emelni azt, hogy a végén tényleg Zozo hátára vette a csapatot, és hogy egész mérkőzésen lehetett látni, hogy mennyi energiát tesz, igen, a védekezésbe, az most is látszódott, hiszen ugye ő szerezte meg ezt a labdát is. Nem. Lesz a jó. Igen. Nem innen látszódik igazán, az előző kettőből nem. Meg is született így a döntés. Marad a sima szabálytalanság. Szerintem már nem osz, nem szoroz. Igazából Zozót ismerve, bár most már hagyott ki egyet, de amennyiben ugye bedobja mind a kettőt, akkor is, vége, ha csak egyet, akkor is 3 labda birtoklás. Mind a kettőt bedobja. Perl maradt 13 másodperc, 84-77. 35 pontot dobott az Alba a második fél időben. Ha jól számolom, 46-ot a Falco a második fél időben eddig. Még kollektív a csapatjátékot mutatott be a Falco a második fél időben. Nézd fel a táblára, hogy a Taibi 13, Keller 9, Spot 17 per 16, Kavels 12, Barács 12. Igen, és ebből Kávölsz a második fél időben érkezett meg. Igen. A mérkőzésbe. Előtte ő is azért halovány volt. És ugye Pott meg nem játszott már itt a vége fel, ugye akkor értékelődött fel még inkább Perc Zoltán szerepe. Így van, és ez azt jelenti ugye, hogy csapatszinten nyerte meg a Falco, és nem feltétlenül egyéni szinten ezt a mérkőzést, bár a kettő általában szorosan összefügg. A lényeg azonban az, hogy a döntő harmadik mérkőzését 84-78 arányban a Falco Vulcano Energia KC nyerte. Méghozzá vezéráldozatok árán, de tényleg, ahogy Enőjék is mondták, csapatszinten, itt apránként, pontonként egyre közelebb kerültek a győzelemhez. Igen, nagyon szépen hozták itt a mérkőzés második felét. Valóban, ahogy te is említetted, hogyha a Pottak súlyos a sérülés és végleg visszaállt, akkor az egyébként is tartalékos Falco még tovább gyengülhet. De a mai mérkőzéshez nyilván gratulálunk nekik, hiszen ennyi viszontagság után ez nekik egy nagy győzelem volt. Alba szempontból lett volna több ebben a meccsben, hiszen azért nyilván egyszer nyerni kell Szombathelyen. Most ez az eredmény alakulását nézve végig gyakorlatilag szoros volt, ellentétben az eddigi két mérkőzéssel, ez teljesen máshogy alakult ez a meccs, de itt a második fél időben valahogy nem állt össze úgy a játék, mint korábban. Itt a negyedik negyedben a zónavédekezés is azért rendre lyukas volt.
Igen, itt jobban átjátszott a Falko az Alba zónáját, de azt gondolom, hogy abszolút van esély az Albának is. Én úgy éreztem az párharc előtt is, hogy minél több mérkőzés van, szerintem annál inkább az Alba az esélyesebb, mert nagyobb a rotációs kerete, de ettől függetlenül szerintem ma hiányzott egy olyan extra teljesítmény, vagy kettő extra teljesítmény, ami mondjuk elég ahhoz, hogy a Falkót, a bajnokcsapatot hazai pályán legyőzze. Amelynek az egyik vezér egyénisége pedig Perle Zoltán, őt hallgathatjuk meg. Gratulálok, Zoli, megvan a győzelem, és ezzel 2-1-es előnyben vagytok a döntőben. Viszont ez talán egy olyan meccs volt, mint mondjuk az Alegerszeg elleni egyik, amikor nem játszott annyira jól a csapat, de jött az eredmény. Te hogy látod? Így van, szerintem most már mindkét csapat azért viszonylag elég fáradt. Tehát nem a szép játék dominált, hanem a küzdés. Egy nagyon küzdelmes meccs volt, szerencsére jól jöttünk ki belőle. Ugye Pott megsérült, Barács kipontozódott, mennyire érezte ezt meg a csapat szerinted? Hát nyilván amúgy is kevesen vagyunk, minden játékos nagyon értékes. Nem tudjuk, hogy mi van a Stefánnal. Reméljük, hogy fog tudni játszani a következő mérkőzésen. Illetve Barács is jól játszott, ő kipontozódott. De ezt kérte az edzőnk, hogy ne engedjünk könnyű kosarat, hanem inkább üssük be a faltokat. Két pontos voltál a fél időben, 16-tal fejezted be. Az elmúlt meccsek tapasztalata volt ez, hogy a második fél időben kell jól játszani? Nem, én sem vagyok 100%-os, nekem is van problémám. Az első fél időben jobban éreztem, másodikban kevésbé, mármint a fájdalmat. Örülök neki, hogy ami az előző mérkőzésen a vesztünket okozta, hogy zóna ellen abszolút nem találtuk a ritmust, ma az jobban sikerült. Milyen jellegű ez a fájdalom, ezt elárulod? A hátamat húztam meg az előző meccsen. Jobbulást, köszönöm szépen! Reméljük, hogy Zoli is ott lesz majd a következő mérkőzésen, ahogy Pottnak is jobbulást kívánunk. Köszönjük szépen a mai figyelmet, Roland, neked köszönöm szépen a segítséget. Köszönöm. Pénteken tehát jön a bajnoki döntő negyedik mérkőzése. Hajrá Falkó, hajrá Alba, hajrá magyar kosárlabda!